Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Morning Show! A Klassz FM-en. Csöves. Sziasztok, jó reggelt! Ez itt a Morning Show Rákóczi Ferivel és Vadon Janival egyelőre, mert természetesen később csatlakozni fog hozzá. Balázs is csak valamilyen alkatrészt nem talál. Nem baj, de elmesél ezt, mi ne. Aha, nem, jó? De most intem. Jó, most tényleg. Viszont van egy javaslatom így a múlt hétre, meg az azelőtti hetekre, tekintettel, hogy ilyen meghatároztuk egy pár héttel ezelőtt, hogy miért kell fizetnie minden egyes műsorvezetőnek, így személyekre lebontva, ebbe a kis malacba, vagy ha csízzonomalac, aztán évvégén valamilyen nagyon szép nemes dologra elköltsüket, vagy elköltessük ezt a pénzt, és hogy minél több pénzt tudjunk elkölteni. Na most én azt javaslom, így tényleg az elmúlt hetekre való tekintettel, hogy bővítsük már listát. Tehát, hogy ne csak én fizessek már akkor, amikor késik egy megszólalásból, hanem mindenki más is fizesse, jó? De azért ő nem szokott annyit. Balázs a múlt héten is volt rá precedens, meg most is. Egyébként meg nem szokott, jó, a kis pénz is pénz, becsüljük meg. Tehát, hogyha mit tudom, egy hetente vagy két hetente egyszer késik, akkor is jöjjön, azt dobjon már be, ő is egy százas. Jó, de ha is a teljesen lekési a megszólalás, mint például ez most lesz, akkor viszont egy ezres. Figyelj, akkor legyen egy ezres. Én emlékszem, a múlt héten is bedobtál azért egy ezrest, nem kis pénzről van szó, velem is azért előfordult már, hogy egy ötös betoltam, nyilván, mintha a véremet adtam volna, de attól függetlenül én azt gondolom, hogy most már mindenki kapja össze magát, és mindenki tologasson be, gyűjjön már, most már közel van karácsony, azért hízzom már a malac, így van, most már elég nehéz, lehetne vele bicepszezni is, hogyha valakinek ilyen ingerenciáját támad. Jöjjön, hozza azt, hogy leellát, aztán tolja bele, ha később. Jó, az a baj, hogy mi ketten ezt megszavaztuk, de ő ezt nem fogja. Tehát csak mondom, de hétre itt lesz szerintem Balázs, és akkor majd megvéleményeztetjük vele is a dolgot, jó? Jó. Hogy akarja-e, vagy se, de szerintem nem fogja. Jó. Egyébként ő nagyon ügyesen, nem fogja, elárulom neked, mert ő nagyon ügyesen kikerülte azokat a csapdákat, amelyeket mi állítottunk neki, vagy amikor meghatároztuk ezt, hogy kidob százas miért, akkor ugye neki van néhány olyan szófordulat, amit most már nem használ helyette mást. Azt meg azt vagy már részre se veszünk. Igen, azt meg már nem akarja bele venni ebbe a körbe, amiért fizetni kell. Na mindegy, a lényeg, hogy szuper hétfő reggel van, örülünk, hogy elég túl a hét, nagyszerű időjárással csak eső lesz egy darabig. És csonka hét. Viszont igen. Csonka hét, csak 4 napot dolgozunk, úgyhogy ez nekünk mindenképpen jó. Ez azért jó elsősorban, mert nincsen szerda. Tehát, hogy nincsen holdpont. Gyakorlatilag a holdpont esett ki, hogyha belegondolsz, tehát nincsen fordulópontja a hétnek. És ennél fogva nem lesznek hullámvölgyek sem. Keddéfél lesz a fordulópont. Viszont azt meg otthon töltöd el. Igen, de azt az otthoniak fogják meg. Igen, szerdán meg már kifelé megyünk a dologból. Jó. Na, milyen volt a péntek? Hogy kezdjük sorba a dolgokat. Péntekre elváltak. Nekem a péntek nagy nap volt, mert megszabadultam egy csomó beszáradt festéktől, mert hogy ugye akkor volt ugye a lomtalanítás utáni veszélyes hulladékgyűjtés, és megvan őszintén, hogy mint hogyha fellélegezne a ház. Mint hogyha fellélegezne a pecok, ahol élsz, fellélegzik a telek, eltűnik minden, ami teljesen felesleges, és ami egyébként rossz esetben, de sajnos jellemző módon az erdő szélén szokott kikötni. Na, nem jó volt, gondoltam. Persze, de hogy így tök jó volt, így végre basszus. Volt ott nálunk egy kerék, egy ilyen külső gumi köpeny, még az előző tulaj okán, és hogy egyetlenül meg tudunk szabadulni, és olyan jó érzés, hogy sokáig gondolkodtam rajta, hogy mi legyen a sorsa, hogy vagyok, kivigyük így a miért nem csináltam elé, és hogy miért nem raktunk tele vagy hívjákkal valami jó kis termőföld, és miért nem lett bele muskát leültetve, milyen szép lett volna az, vagy egy gyereknek miért nem csináltunk belőle a vízével, nem létező hinta mellé félig beásva, tudod, nemzeti színekre festve, hogy hívják egy kis ülőkét, vagy akármi. Hál' Istennek meg tudtunk tőle szabadulni, annyira jó érzés volt. Libikóka aljat is lehet belőle csinálni, ami visszalöki a libikókát. De mit raktunk volna, az a baj, hogy csak egy gumink volt. Ja, az igaz, hogy csak a másik oldalon. Volna, másik oldal, igen, az lett volna, hogy sorsolás útján dőlt volna el, hogy a koponos része kiüljön. És elvittek mindent? Elvittek, nem mi vittük el, mert ilyenkor szokott lenni, ugye meghatároznak egy helyszínt, ahova a kerületben el lehet vinni, és akkor mindenki oda az összes cuccot, ami van. Mi van, nem jönnek érte? A veszélyes hulladékért nem. A rendes lomukért azokért igen, erről beszéltünk is összem pénteken, és a veszélyes hulladékot meg egy meghatározott helyre kell vinni. És a gumi, az autógumi, az veszélyes hulladék? Az annak bizony, annak számít. A festéket megértem, de autógumi, hát azt miért ne, azt nem foghatja meg?
De megfoghatja, csak ettől függetlenül ugye a feldolgozás szempontjából. Jó, a feldolgozást azt értem, de hát... Meg a... hogyha nagyon magasról az arcodra esik például, az egy veszélyes, ez igaz, szóval. Igen, ez mondjuk igaz. Ja, ezt nem tudtam, hogy azt neki se tehetett, tehát hogyha valakinek van egy fél doboz elhasznált festéke, nem. Azt nem teheti ki. Nem, nem, egyáltalán nem. Egyáltalán nem, sőt, még a veszélyes hulladéknak számít az a göngyöleg is, amiben tároltad a festéket, tehát festékes doboz. Aha. Azt sem dobhatod bele. Hát én ezt nem de sokkal mit tudom, vannak ilyen elektronikai hulladékok, azt meg tudom, az elemek sem lehet elemek, kidobni. Meg drótokat sem, meg mit tudom, régi kapcsolókat, meg akármit, ilyen dolgokat, és azért jó. El lehet, mondom. Például azért megbízhatnám. Évkezd meg szelektív hulladékgyűjtő udvar. Ha mondjuk sima kukába én beledobok két darab ceruza elemet, véletlenül, és kiderül, mert azért a szemetes zsákomba benne van egy darab csekk, ami rajta van, hogy Rákóczi Ferenc, és akkor mellette van két darab ellen, szóval valaki ezt észreveszi, akkor igen, megbüntetnek. Hát nem, hát de ha én beszélsz, feljelentelek. Azt mondjuk csinál. Tudom, jó, de szerencsére nem ott laksz, ahol, nem ott laksz, ahol mi, de hogy van erre vonatkozólag szabály, vagy mondjuk a festékes dobozolat nem rakhatod ki a kukába. Nem, sajnos, szerintem ez a kutya nem foglalkozik. Ez lelkiismeret kérdés. Egy lelkiismeret kérdés, így van. Pontosan, nagyon precízen, pontosan fogalmaz. És amikor lomtalanítottál, elvittél mindent, szóval pénteken. Aki nem tudja, az jó meccse. Tehát lomtalanítottál pénteken, veszélyes hulladék, eltűnt a telekről, más volt hazamenni? Igen. Ugye? Igen. Egész jobb más. Volt, jobb volt. Jobb volt. Úgyhogy szombat, vasárnap meg hát figyeljétek, én olyan sok mindent nem csináltam. Vasárnap voltam most tegnap a Komlósi Oktatási Stúdióban, mert a Kovácsi Laci díjat, László díjat, bocsánat, hogy így csak én személyesen ismertem az illetőt, aha. Aki elhújt, és akinek az emlékére alapították ezt a díjat, azért mondtam, hogy Laci, adták át ezúttal Algaui Hesznának, és hát így találkozhattam ilyen nagy nevekkel, mint a Gundi, meg a Faragó, meg a és Hajdubi. És te mint jelölt voltál? Nem, én már évekkel ezelőtt már én ezt megnyertem, csak annyira nem beszéltem róla, mert se iszél róla senki. Akik mondjuk, hogy abban a szellemiségben alkotnak, ami az úriembert jellemezte, illetve azt gondolják, hogy valamit úgymond letett az asztalon a saját területén. Nyilván én egy tévedés voltam, hogy abban az évben mindenki beteg volt, és nem tudott átjönni a diátadóra. Igen, gyerekek, valakinek szóljunk már, ki ér rá. Jani, jó, gyere. Igen, és most mit csináltál ott? Hát ilyen kuratóriumiatt abban vagyok. Elmész. Így van, csak a neve miatt ez is természetesen egy félreértés következménye volt, mondták, hogy kuratóriumi tagokat keresnek. Szóval jelentkeztél. Igen, tudtam, hogy nekem ott a helyem, de aztán szóltak, hogy ez nem a rosszul, mert én gondoltam, de akkor már nem volt visszaút. És a Gundi is benne van a kurator, ő is egy kurátor? Ő már, hogy egy kurafi. Ő is. Vagy ő is jelölt volt? Ő már korábban már megkapta, aha. Szintén, és ennél fogva ő is ilyen kuratórium taggá vált. De jó, és akkor most Hesznak kapta meg. Így megérdemelte. Van, maximálisan megérdemelte. Teszem hozzá. Jó helyre került. Mivel jár a díj? Elismeréssel. Elismeréssel, meg egy kis pénzzel, amit egyébként a Hesznak rögtön fel is ajánlott jótékony célra egy olyan szervezetnek, aki mondjuk a rászorulókat, többek között a menekülteket is támogatta. De jó. Problémát jelentett nekik az itt lét. Na, és ez vasárnap volt a díjátadó? És vasárnap volt a díjátadó, úgyhogy meg is kellett borotválkozni, meg hajat is kellett mosna, meg szépen fel kellett öltözni. Te szegény, hogy sajnálok. Ezzel ellentétben én megismerkedtem, kérlek szépen, életem egyik legjobb fej katolikus papjával, mert keresztelő voltam. Végre elmentél nyolni. De azt minden héten megyek egyszer, tudod. Én vasárnap 10 órakor mindig templomban vagyok, most, hogy nem lehet bevásárolni. Hát, ugye oda kell menni. Én meg fekete misén. Az van, hogy ugye a Ród együttes első gyereke, az én keresztlányom, az énekes első gyereke, és a második lányka is kereszt korba lépett, és azt mondták, hogy figyelj, az elsővel se törődtetek semmit, de legalább egy kis ajándékot vettetek neki, amikor megszületett, úgy, hogy megint a második... nem találtunk alkalmasabban. Igen, nem volt más, aki ráírja, jöttök el, mondták Máték, és mondtuk, hogy persze megyünk, úgyhogy keresztelés volt szombaton. Figyeljetek, hát én sírtam az emberen, annyira jó fej volt, annyira aranyos volt, annyira megértő volt, annyira törődő volt mindenkivel. Kell keresztelő ajándékot adnia neki is, tehát ebben volt egy kis olvasó, most már olyan olvasó van, ami fluoreszkál, vagy foszforeszkál, én nem tudom, melyik napra kiteszed, műanyag, föltöltődik, és a gyerek a sötétben így bámulja. De a parokja nem tudja fizetni a villanyszámlát. Nem tudom, hogy mi van, de a legszebb. Hogy megtalálják a mama. Kis kereszt van az ajándékban, meg egy kis angyalka, és egy Shelly Barbie. Shelly Barbie kell, mert akkor a... Ez egy alternatív egyház.
Nem, ez sima római katolikus. Nagyon jó volt. Szűz Mária Szentvizsgő is Sellőbarban. Nem az oltáron nem volt, ez csak az ajándékban volt, és mert azért, mert ugye akkor így a kislány nem sír, amikor a keresztvíz rálöttyen az ő homlokára háromszor, kert, vagy hát a fejére, és akkor volt Sellő Barbi, de papbácsi nagyon aranyos volt, elmondott mindent előre, beszélt, mondta a szülőknek is, hogy lehet nyugodtan kijönni fényképen, ne engem fényképezzen apuka a gyereket, meg ilyenek, szóltak, egy ilyen páros keresztelő volt, úgyhogy én nagyon olyan jó személyiség volt, hogy kedvem lett volna misére menni 10-kor. A feléjük volt egyébként a keresztelő? Hogy? A feléjük volt a keresztelő? Domoszlom, persze. Domoszlom. Aha, ott, és akkor mi kirándultunk egy nagyot, vasárnap kérlek szépen üdvözölnek téged kisnánáról, tehát hogy én nem bírok oda menni, tehát hogy én nem bírok sehova menni. Mindenki menje, nézze meg a kisnánai várat. Igen, köszönöm szépen, megnéztük. Na, egy és nagyon jó 3D-s vetítés. Nagyon jó, persze, zseniális. Ja, zseniális, jó. És olyan, van egy, újat mondok. Van egyébként a kisnánai várban egy olyan múltba tekintő kis lehetőség például, hogy megszokhattuk már, hogy mindenféle, amikor jársz az országban, akkor látsz kirakva ilyen kis látcsöveket, hogy a környéket így tudjad pásztázni. Most a kisnánai várban ezt úgy oldották meg, hogy vannak ezek a látcsövek, bedobsz egy, mit tudom én, egy százast, vagy akármi, nem is kell dobni, már nem emlékszem rá, mert annyi helyen voltunk, de nem kell dobni, és amikor a várnak a különböző szeleteire irányítod a tápcsolat, akkor látod, hogy milyen volt annak idején. Tehát, hogy így van megcsinálva a dolog, hogy gyakorlatilag mintha múltban néznél ezekre a tápcsövekkel, hogy ezeknek a tápcsövek segítség. Ott állnak az emberek korhű ruhában, nagyon jó. Na, azt akartam csak mesélni, én nem akarom ugye a kenyeredet elvenni várügyben, nem az én asztalom, nem is tudom elvenni, meg nem is akarom, de az, hogy megyek az országban, és akkor bemegyek egy ilyen helyre a gyerekekkel, a Soma imádja, tehát ő teljes ilyen kard és teljes várőrületben van, és az az első, hogy a jegykezelő néni mondja, hogy a Janit posziljuk, mert a múltkor is itt volt, és akkor várjuk nagyon vissza. Tehát ha várba megyek, akkor ez van mindig, hogy a Vadon Jani már volt itt, és hogy jöjjön legközelebb is, tehát kisnánáról puszilnak téged, ezt akartam csak átadni. Én meg amikor vágóidakon járok, akkor mindig vagy piacon. Igen, mindenkinek megvan a maga keresztje. Na, gyorsan meghallgatjuk, hogy miről beszélgetünk múlt héten, pénteken. Balázs észrevette, hogy Benni sok mindenben hasonlít rá. Többek között ugye van egy anyajegy is, ami visszajött a szem Noellen is most már, meg hát a viselkedésben is, azt hiszem mindannyiunk gyerekei hát így működnek, hogy vannak olyan jelek, amelyek megvannak a szülőn is, megvannak rajta is, és akkor azt kérdeztük a hallgatótól, ki mit vett észre már a gyerekén, hogy kire hasonlít. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Morning Show. 3 perc múlva lesz 6:30, baleset a 83-ason Győr és Nagyszentpál között, vagy ez ugyan a Győr Nagyszentpál, egy autó fejtetőre állt az árokban, a rendőrség már van, torlódás még nincs, Zsóka írta ezt, köszönjük szépen. Hát Ákos! Na, drága gyerek, hol voltál? Vagy hiányoztatok is egy picit? Nem, te hiányoztál nekünk, akit ránk szabadítottál, azért aha, még számolunk. Már ha ő Ákos, mert lehet, hogy kettő kollégina is. Nem lehet, hogy Kata átműtette magát Ákossal. Hogy velünk lehessen. Csak otthonos kis pihenős volt, vagy voltatok? Ja, a gyerekek, ha ebbe belekezdek, akkor sose lesz vége. Van egy kis idő. Gyerekülés, vásárlás, babaúztatás, meg ilyen gyerekes voltál babaúszni? Igen, de inkább ez a gyerekülés vásárlás az, ami kicsit kiverte a biztosítékot nálam, ugye pénzügyileg, vagy? Pénzügyileg, leginkább igen, ez egy középkategóriás ülés egy ilyen átlag magyar fizetésért, és akkor terjed ez, ott előtt állsz egy nagy fal előtt, és ott van 150 darab, és akkor kérdezem az embertől, hogy az, ami a legolcsóbb, abban mindig meghal a gyerek, vagy az hogy de van? Jól indítottál. És mit mondod? De mit mondod? És hogy mondta, igen. Hogy hát ugye az, ami ilyen mesefigurás, az nem annyira. Mutatom minden középre, ettől a vonaltól balra meghalnak, ettől jobbra pedig mert ugye fölmerül a kérdés, hogy igen, hogy akkor miért rakod ki? Igen. Tesa, hogyha ebben mindig meghalnak, akkor miért rakjuk ki ezt? Hát biztos, hogy mindegyik biztonságos. Hát nem tudom, én most az egyik megvettem, az biztos nagyon biztonságos, beletettem, és ugye a kocsi felét foglalja. Tehát ez egy teljes szett szerintem katapult ülés is. Ez a másodlagos funkciója lehet, úgyhogy hát ez de nektek még ez ilyen hordozós kell, hogy legyen. Nem, mert most már az kinőtte a gyerek, úgyhogy azért kellett ilyen brutális nagy ülés, mert nyúlik rendesen. Aha. És ez elvileg 4 éves koráig jó, de hogyha szerintem egy 4 éves gyereket ebbe beleszuszakolsz, akkor ott rögtön vége a világ. De nem lehet, hogy hosszába raktátok be keresztbe helyet, és azért tűnik olyan nagynak? Na, ez vagy semmi fordulhat. Vagy lehet, hogy olvassátok le a használatöltősítást? Hát ketten 2 óra alatt kötöttük be, tehát ez hozzátartozik.
Hogy na, hát az, az nagyon-nagyon működik. Na, de legalább most a biztonságban van a gyerek. Van, ez a lényeg. De miért zavaró az, hogy a felét elfoglalja a kocsi? Nagyon szép a kocsi belülről? Tehát, hogy így hiányzik az a, az a látvány, amit kicsit, itt akar? Kicsit úgy, mint a Balázséki olyan. Tehát, hogy ugye a fele az a mindenféle zacskókkal, nem megívott üdítőkkel van tele, és a másik meg az ja. És most így. Szemét, gyerek, így, asszony, sofőr, így áll össze. Igen. És egy hétig tartott ez a ez egy hétig tartott, és akkor még erre jött az, hogy közben felállt a gyerkőc, elkezdtünk otthon pakolni, úgyhogy hát ilyesmi. Igen, mert most az a korszak, hogy most már mindent elér majd, óriási, imádni fogod. Igen. Látom az arcodon, hogy már imádod. Igen. Tehát most ült fel egyébként 2 hete, vagy most ült ki oldalra 2 hete, és úgy döntött, hogy egyszer ezt letudjuk, ezt a 2 fejlődési szakaszt. Figyelj, vannak alig használt gyerekzáraink, nagyon szívesen odaadom őket, ilyen, hogy hívják, a rágásnyomok vannak rajta, a vágás és fűrésznyomok, hogy a gyerek megpróbált bejutni az izébe, a tévé állványba, mert nekünk is be kellett zárni mindent, ilyen kis üvegajtós volt, és konkrétan vennünk kellett rá ezek az öntapadós ilyen cuccok, amit aztán úgy raksz össze, hogy csak te tudod elviekben, de hát az egy gyerek azért fejlődik, és egy után már annyi esze van, hogy simán kinyitja, de nekünk is mindent le kellett zárni, illetve az alsó 2 porcelán mindent föl kellett pakolni, mert a gyerek mindent megmászott, mindent leszedett, mindent megrágott, mindent benyálazott, berakott a szájába, stb. Kicipelt a konyhába meg vissza. És ez még csak az eleje, majd látod, van még egy csomó csoda. És amikor mi megtalálja majd hátul a sufniban a parti fáklyákat, meg a doboz. Pontosan 6:30 van, a hírek után jövünk vissza egy erős fekete-fehér igen-nemmel, vagy legalábbis reméljük, hogy az lesz. A múlt hetet nyertük 3-2-re, úgyhogy 29 nyert hetünk van, 1 hét döntetlen és 7 bukott hét. Van. Balázsnak pedig azt üzenjük, hogy ne siess, csak készítsd a 100-ast. Nyugi, ráérsz. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:47 múlt 4 perccel. Hello, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyok. Aki reménykedett, hogy nem leszek, hát az most már ne reménykedjen, itt vagyok. Aki örül, azt köszönöm. Hát, igen. A malac örül. Igen. A malac nagyon örül. Malac nagyon örül, mert hogy tartottunk egy szavazást, és hát ugye a 2/3 többség ebben az országban azért nagyon sokat számít, és hát ebben az esetben a 2/3 többség úgy döntött, hogy minden egyes késés kivétel nélkül mindenkire vonatkozóan 100-as. És aki viszont teljes megszólalást késik le, az egy 1000-es. Az egy 1000-es. De mivel most próbaidős vagy, ezért csak 100-as. És ezt mindenki elfogadta, ez átment. Ez hát 2/3 többsége. Aki itt volt, aki nem. És lecseréltük valamire a felvett dobás sokat, vagy plusz. Nem. Ez az egyetlen olyan dolog, ami mindenkire igaz most már, ezen túl. Én vállalom. Ha én ezen túl kések reggel, nem a megszólásból, mert abból nem szoktam. Ha reggel kések, az egy 1000-es a részemről, jó? Nagyszerű. Jó? Na. Én emelem a tétet. Jó? Jó. Önhibámon kívül történt a dolog, csak elmesélem. Persze. Elmesélem, hogy mi történt. Följegyzeteltem a reggelemet, hát vannak bal szerencsés reggelek, ez az. Kezdődött az, hogy nem találtam a stusz kulcsomat, ez egy elég hosszú keresés nálunk, mert alszik mindkét gyerek. Kiderült, hogy én tegnap a Viki autójával vittem el a gyereket a születésnapra, és elvittem a zsebembe a kulcsot, kiraktam. Nem is ez volt a baj. Egy jó 5 óra 50-ig próbáltam keresni, nadrágokat kipakoltam, kabátok, nem. Majd végső elkeseredésemben mondom, nincs más, lemegyek a garázsba. Megnézem a Viki autóját, középkonzol ott a kulcs. Elmegyek. 0 km/h, természetesen, hogy az lenni szokott, számol az autóm, 0. Eldöcögök egészen a Lánymányosi híd Lurdi házi ÖMV kútjáig, ahol rájövök, hogy nincs rajtam öv, mert annyira rohantam, hogy nem vettem föl övet. Mire beértem a benzinkútra, addigra leesett a nadrágom. A benzinkútra sikerült elhagynom 1000 forintot, visszafelé annyira siettem, hogy nem nyílt ki. Azt az 1000-est, amit egyébként bedobtál volna. Hogy be kell adnom, basszus, meg ez is. Annyira rohantam kifelé, hogy nem nyílt ki a fotocellás ajtó, ezért egy magyar narancssal a kezemben, amit megvettem, egy csokoládéval, meg egy ásványvízzel, nekikenődtem a fotocellás ajtónak, félig letolt nadrága közön a kislány kiabál, hogy menjek már vissza, legyek szíves, mert ott van az 1000-es a földön egyébként, amit elhagytam. Majd utána baromi bonyolultan lehet a lurdi házi benzinkútról kijönni, tehát mint amikor vonatozol, elmentem egyszer a benzinkút előtt, oda kutassával így nézett, hogy ki ez. Majd tettem egy kört, és még egyszer mert nem találtam a rohadmányos kijáratot a benzinkútról. És még mindig csak 6:51, tehát kérdezem, mit tartogat még ez a reggel? Így indult a hétfőm, úgyhogy nagyon jól szórakoztam. Ez most ez a felső fordít van rajtad, vagy ez divat? Nem, abszolút teljesen kifordítva. Jó, mert én is fordítva veszem fel, mert hát zárkozni kell. Ezt tudtam reggel nagy kapkodásban magamra kapni. Azért nem mertük megkérdezni, mert tavaly már volt egy ilyen modell, ami kívül volt varva, emlékszel? Nem, ez nem, ezt visszafelé kell hordni. Tehát belül van a minta. Belül van a minta, így van, öv sincs rajta, mondom, felkenődtem a fotocellára, pénzt hagytam
be. Úgyhogy, úgyhogy szörnyű a reggel. És mindig megfogadom, hogy a sluszkulcsot soha nem veszem ki az autóból, vagy beviszem és lerakom a konyhapultra. Ezt találgattuk mi is. És elkezded magad átkozni, hogy de miért nem tudom ezt megtenni, de miért nem vagyok erre képes. És amikor azt gondolod, hogy valamelyik gatyádban úgyis ott lesz, a teljes elkeseredés ott jön, amikor rájössz, hogy na most viszont nincs egyikben sem. És akkor viszont valahol egészen másra. Elemlámpa funkció, 1%-os aksi, kibotorkálok az esőbe, ülés alatt világítok elemlámpával, ilyen szerencsétlenül. Hát, aki ezt kívülről látta, az, az nagyon jó szó. Felével beszéltük egy adáson kívül, és arra következtetésre jutottunk, hogy azért az én kényszerességemnek néha vannak előnyei is. Igen, hogy te reggel ott találod ott meg a lakáskulcs. Ott van a lakáskulcs. Fel van töltve a telefon, olyan. Van benzin az autóban, és a lakáskulcs is ott van, ahol tettem. Néha kicsit cserélnék. Nem hosszú időre, de néha kicsit cserélnék. És egyébként még lett volna esélyem elindulni, mert 5:52-kor ültem be úgy az autóba, hogy oké, minden rendben van, még beérek, és akkor indult a sluszkulcs, stb. Tankolás. Hogy tankolás, tehát ott már láttam elcsúszni. De ez például néz tegnap haza abból a buliból, mert ránézel a benzinre. Nem, a Viki kocsijával mentem. Akkor tegnap előtt mész haza, tök mindegy. Te tudod, hogy érted, hétfő reggel neked be kell jönni dolgozni. Akkor miért hagyod úgy a kocsit? Miért mert nem? Hétvégén péntek este mentem utoljára az autóval, hétvégén a Vikivel közlekedtem, és gondoltam, hogy majd lesz hétvégén idő. Valami program, ahol. És amikor realizálod hétfőn nulla kilométer, konkrétan rángatott az autó. Na mindegy, úgyhogy hát ez volt, de ezért, itt vagyok. Ezért kell egy ilyen jó, egy viszonylag hosszú slagdarab, és akkor átszívsz az egyik autóból a másikba. Na, de jó lett volna. Csak az övé benyás, az a baj ráadásul. Ja, tehát, hogy még a teljes elkeseredés, mert ő benzines, én dízel, úgyhogy nem ment volna. Na, megnézzük ki a hét első játékosa, jó? Itt van már is. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Halló, Hornisó, jó reggelt, srácok, mi a helyzet? Halló, Zoli! Honnan hívtál minket, Zoli? Én Budapestről, itt nem a Népligetből, nem messze tőletek. Oh. Budapestről, kivel szeretné játszani? Jánosunkkal. Jánossal. Na, minden egyéb más megtudunk majd rólad a játékban. Jó, Zoli? Oké, rendben. Indítjuk az órát, legyetek ügyesek. 3-2-1, tessék. Na, Zoli, essünk egymásnak. Mit keresel a Népligetben? Szia. Először is szeretnék én kérdezni. Parancsolj. Ismerős a hangom? Jártunk? Majdnem, tegnap találkoztunk. Tegnap összefutottunk? Hú, van, a Komosiban? És még interjút is sikerült veled készítenem, és külön felhívtam a figyelmedet, hogy készülj a mai játékra. Mert te készültél? Készültem, így van, nagyon sokat. Kivel gyakoroltál? Tesóval? A munkatársokkal, a szobatársakkal, illetve... Szobatársakkal? A villamosról leszúrítottam egy úriembert, hogy gyorsan gyakoroljunk, mert villamosról jöttem. És... Milyen szobatársakkal? Kollégista vagy? Így van, kollégiumban lakom, és van 2 fiú szobatársam. Lánynak nyilván jobban örülnél, ugye? Lány az a másik szobában lakik. Koedukált a kollégium? Koedukált. Ismered ezt a szót? A harmadik emeleten vannak fiúk és lányok is. Kivéve a dohányzóban. Itt a vége! Jó volt, hát tényleg gyakorolt. Köszönöm szépen. Menő volt. Tényleg gyakorolt, jó. Zoli. Nagy csata. Nagy csata volt. Zolikám, egy gyönyörű szép ajándékcsomagod van, és ezzel indítod a hétfő reggelt. Nagyszerű lesz. Ügyes voltál. És nagyon jó volt a taktika, hogy gyakorlatilag tudomásra vettél a kérdéseimre. Igen. Köszi a játékot, küldjük, ügyes vagy. Tényleg jó volt. Ciao. Szia. Hello. Na, jó játék volt mindketten. Mindketten jól nyomtál. Nem alibiztünk. Nem volt alibi. 4 perc, pontosan 7 óra, ha van friss közlekedési híretek, küldjétek, mi pedig jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 7 óra után vagyunk 8 perccel. Jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk. Hétfő van, kinek könnyebben, kinek nehezebben indul a hétfő, de elindul legalábbis. Ez a lényeg. És 4 napos hét, tehát mindenkinek könnyebben kell indulnia. Kell. Bizony, tényleg. Ma már olyan, mint a kedvem, hiszen csütörtökön már zárjuk a hetet, és hát igen. Október 23-a van, ugye pénteken, ami azt jelenti, hogy munkaszüneti nap van. Ha minden igaz, ugye? Így van. Minden igaz. Amit igen. Elmondtál. Minden. Amit elmondtam mindig, ezt a péntekre esik 4 napos. Egy kávé tévedése fért bele. Tovább sem működik a mai napom egyelőre. Tehát most nem tudok belépni.
Ti. Kuki. Kuki. Így van. Na, azt mondja, nem, és nem, ez egyszerűen nem. Lebasz. Ja, meg gmail.com, tehát ja. Így azért nehéz. Aha. Nem lehet mindent azért arra fogni, hogy rossz az ember napja. Tehát ha hülye vagy, és nem tudod beírni egy gmail.com, akkor a gép nem fog belépni. Nem? Az üzenő falad. De még a régi elszabad, nem? Van meg. A melyik? Kukinuni kokain. A kuki benne van, de... Azt mondja, hogy... Na, most jön. Beléptem. Jól van, meg vagyok. Oké. Na. Király. Most már látok. Most már látok. Mindenki nyugodjon meg, mindenki fújja ki levegőt. Balázs, benn van a rendszer. Gyerekek. Rendszeren belül vagyok. Rendszeren belül vagyok, úgyhogy nyugi. Na, azt nézem, hogy Breaking 4-es koca Rákóczin és a Baross téri felüljáró alatt befelé Márk írta nekünk. Hiába a körforgalom a 10-es út befelé elesett, a sor vége már a hipermarketig ér. István üzente nekünk. Baleset van a 21-es úton, a 60-i M3-as felhajtójánál Budapest felé, rendőr tűzoltó a helyszínen, Anonymous üzente nekünk. Aztán az M3-as bevezető szakaszán lépésbe halad a forgalom, ezt Emese írta. Az ilyen reggeleiden is tartod magad az aranyszabályhoz, nem az életkemény, hanem te vagy csicska, vagy az ilyet hogy könyveled el? Steel kérdezi. Ez így van. Tehát ez nagyon-nagyon szép. És ide vágj, és abszolút te illik. Nem az életkemény, nem a fotocellás rajtól van a baj, hanem te vagy csicska. Át kellett volna menni. Hétfővel, érted? Múgyötted van egy tartalmas hétvége. Át kellett volna menned azon a fotocellás ajtón lendületből. Ez megtörtént. Szerencsét, hogy egy flexibilis volt a műanyag. Én olyan lendületen mentem neki, mert azt hittem, hogy nyitva van. Konkrétan a csokis pultig estem vissza. Tehát akkor volt a lendületem, hogy vissza zuhantam egészen a mélyhűtő részig. Ez abszolút, tehát hogy az embernek nem szabad másra fogni. Egyszerűen keménynek kell lenni. Nem szabad. Csicska vagy, akkor az életbe darál. Hétfő reggel. Ennyi. Hát ezt nem tudsz ezzel mit csinálni. Ma indulunk Japánba, elég nagy az izgalom. Bali, tudsz ajánlani valami jó programot? Persze. Hogy ne tudnék? A Japánban. Te milyen jó hangzik. Hármat is tudok. Ez körülbelül, mint ha ma indulunk, nem tudom, Marcaliba vagy Gyulára. Tudtok valami jó programot mondani? Nem voltam még Japánban, úgyhogy nem tudok nektek jó programot mondani igazából. Fugu, ha túléled, akkor már van egy. Egyetek fugut, így van. Az jó. Gömbhal. A gömbhalat, igen. Ha azt rosszul készítik el, akkor a csúnya dolgok történnek, úgyhogy vannak már ilyen fugú éttermek, sőt, hát ott rengeteg száz méterenként pillanatokon belül nagyon sok van, úgyhogy egyetek. És kezd ezzel az elején, ha ezen túl vagy, akkor már jöhet bármi. Nagyon jó. Vagy tudnám ajánlani izgalmas programként azt, hogy bármelyik tradicionális japán karate dojoba menjetek el, lehetőleg a Honbu dojoba, a központiba, és köpjetek a tatamira. Tök izgalmas. Majd meglátjuk. Nézzétek meg, mi lesz utána. De irigykedünk, szóval Japán az jó lehet. Egy csomó ország van, ahol elmennék, de aztán Japánt is megnézném. Biztos szép, meg biztos jó. De hogy ott az ember nem nagyon kóbáljuk egyedül, már egy szükséged van valakire. Azért idegen vezető. Nem azért, mert hát nem ismered a feliratokat, nem nagyon beszélnek angolul, kimész a japán vasútállomásra. Soha többet nem jössz. 78 vonat indul japán feliratokkal, és a büdös életben meg nem mondod, hogy kell. Sok ismerősöm volt Japánban, azt mondja, hogy egyedül nem olyan. De egyik sem jött vissza. Egyelőre nem. Hárman eltűntek. Kettőjükkel megszakadt a kapcsolat. Nekem nagyon nagy álma, hogy egyszer eljussok Japánba, de az csak ilyen szervezett túra, és valószínűleg veszek majd ilyen amit az óvodásokra szoktak rakni, ilyen összekapcsolható, ilyen kis öveg, tudod, hogy mindenki ez oda lesz kötözve, meg láncolva, és aztán a sornak a végén pedig az idegenvezető. És ő meg szintén 3-4 karabinerrel oda lesz kötve mindenki. És az elején egy ilyen boton tartana valamit, hogy mindenki lássa, hogy igen, az irány. Igen, hát nem lenne jó, eltűnnél valahol. Egy ilyen Tokióban valahol ott elkeverednél egy kicsit egyedül. Jaj, itt volt még a piros esély. Jaj, most mi legyen? Meg ott felülsz a Shinkansenre vagy a Hikarira, és akkor mész vele 3 megállót, már 150 kilométerre vagy. Tehát, hogy azért. Igen, tehát nem biztos, hogy szerencsés. Hát oda szervezett úttal kell menni, igen. Minden esetre biztos, hogy jó lehet. Hát ha valakinek úgy indul a hétfője, nem a fotocellás ajtóra csapódik fel, hanem Tokióba megy, vagy Japánba, azért az... Nem ugyanaz. Tehát nem ugyanaz. Azért ez egy minőségi ugrás. Nem rossz a tiéd se. Igen. De azért... Nem, az enyém se rossz egyébként. Tokióban neki menni egy fotocellás ajtónak, azért az más érzés. Na, mi van a magyar futball válogatottal? Azt mondjátok meg nekem, minden hogy... nagyon zsír. Mi történik? Elhangozhat-e az a mondat, hogy végre szerencsénk volt, vagy megint a jaj, megint nem volt szerencsénk című történet? Én csak futólag olvastam, hogy kivel, de nem tudtam ennek nagyon utána nézni, hogy mik a statisztikák, hogy állunk velük szemben, az elmúlt 40 évben legalább egy döntetlent játszottunk-e velük. Norvégia, hát, ugye? Hát ez a helyzet. Durván 30 éve nem sikerült őket legyőzni. Tehát, hogy 31. Azért mondtam, hogy durva.
igen. Tehát vagy... a 40-ben már benne vagyunk. Tehát mondhatni, hogy megint szerencsétlen a sorsolásunk, a jól bevált mondat a matematikai esély után, a pótselejtező után, mit tudom én miután, jaj, megint nem volt szerencsék. Hát 34. Négy? Ja, ha igen, hogy még roncsak a helyzet, ezt a 34 éve nem sikerült velük zöldágra vergődnünk, hát nem állunk túl jól, hát mi sem bizonyítja jobban, hogy ők jobban örülnek ennek a sorsolásnak, mint mi, hogy például egy norvég tévéműsorban egy jelenleg sportriporterként vagy kommentátorként dolgozó egykori norvég válogatott játékos az asztalt ütötte örömében, amikor meglátták. És azt kiabált, hogy álom sorsolás! Szóval komolyan mondom, kikérem magamnak. Tehát én se vagyok nagy futballrajongó, én sem nagyon szeretem a magyar focit. Megmondom őszintén, majd ha a magyar foci ad arra okot, hogy szeressem, fogom őket szeretni. Nem nagyon adok ott, hát szerintem jogom van kiábrándulni, de rohadjon meg azért, hogy ez kiabálja, hogy álomsorsolás. Tehát nem akarok egy olyan országban élni, ahol ezt kiabálják ránk, hogy álomsorsolás. És hallom, hangosan csapkodta az asztal, de nem csak ő, hanem majdnem minden ország azt mondta, hogy mi a magyarokkal akarunk játszani. Nézzük a jó oldalát, hát mennyire népszerűek vagyunk, nem? Aha. Mindenki a sorsolás előtt azt mondta, hogy majdnem mindenki, hogy de jó lenne a magyarokkal játszani. Illetve a Fidzsi-szigetekkel, de most ők sajnos nem voltak érintve ebben a dologban. Igen. Ők sajnos nem játszanak. És akkor most mi van? Hát, mi? Mire elkezdjük a felkészülést a 2022-es? A remény hal meg utoljára. Várja, még nem lehet. Vizes VB-re? Vagy mi lesz? Nem játszottuk le a meccseket, azok majd csak novemberben jönnek. Ne temessük a válogatottat. Mert innen szép a győzelem. Azért ez rohadékság, hogy mindenkinek mindig összejön a sorsolás, csak nekünk nem jön össze soha. Tehát azért ez egy aljas dolog. Két adat. Mi játékosainkat 7,1 milliárd forintra becsülik, a norvégokét 14,6 milliárd. Na, az csak a duplája, jó, hát lehet, hogy sokkal rosszabb. Viszont azért érdekes ez. Igen. Mi a 33-ak vagyunk valami listán, a világranglistán, várjál, a norvégok meg 34-ek. Ez hogy van? Hát így. Így. De hogy akkor ők most jók vagy nem jók? Mert hogy állandóan elvertek bennünket az utóbbi 34 évben, tényleg 34 évvel ezelőtt sikerült őket megverni. De nem jött ki nekik most a lépés annyira. Tehát most kicsit így lecsúsztak. Azért akkor elvileg van esélyünk. Hát ennyire egy szinten vagyunk, akkor van esélyünk. Tehát ugye az olaszok meg a horvátok mögött ők harmadikok lettek a saját csoportjukban, és azért ők kaptak egy masszív ötös például a horvátoktól, tehát hogy azért ők sem verhetetlenek. Uh-huh. De Feröerrel mikor játszottak utoljára? Nagyon jó kérdés. Nagyon jó kérdés, és ráadásul ők a több szegről végül a rokon nép, úgyhogy... Na jó. Na mindegy, szóval, hogy a lényeg az, hogy a remény hal meg utoljára, hogy szokták mondani, meg most a srácok bebizonyíthatják, hogy igenis nekik jár az a helyezés, igenis nekik ott a helyük van az Európa-bajnokságon, igenis hajrá magyar. És akkor gyorsan 3 nap alatt kell 2 meccset játszanunk majd? Tehát egy oda-vissza vágod? Uh-huh. Hirtelen? Idegen megkezdünk, aztán pedig majd itt az ülő. Oszló-Budapest, képzeld el. Atya Isten, ma már hallom a Bernás Torkot, hogy mondja, hogy nagyon hirtelen jöttek a meccsek, nagyon hideg volt, és nagyon gyorsan kellett játszanunk. Nem volt idő az aklimatizálódás. Nagyon gyorsan kellett játszanunk egy oda-vissza vágod 3 nap alatt. Tehát ez a szörnyű teher lesz a magyar fiúknak. Jó, azért adjuk meg az esélyt. Persze, nem szurkolunk semmiképpen, a magyar válogatottról beszélünk, ellenük nem szurkolunk, ez egyértelmű. A norvégoknak meg aztán pláne nem. Hát, ha a realitásokat nézzük, akkor nem túl fényes a helyzet. Hmm. Kit kaphattunk volna, akinek örülünk? Tehát kit kaphattunk volna, hogy például a Hajdú B is, vagy a Faragó is csapkodja az asztalt, hogy álomsorsolás. Volt egyáltalán ilyen csapat a kisorsolható csapatok közül? Akire azt mondtuk volna, hogy úristen, álomsorsolás. Szerintem nem. Én úgy emlékszem, hogy volt ilyen előzetes latolgatás, hogy kinek örülnénk, és nem hangzott el olyan név. Volt olyan, akinek nem örülnénk, meg akinek nagyon nem örülnénk. Igen. Hát a norvégok, meg a svédek, nagyon nem örülnénk. Így egy hallgató, hogy legalább elkerültük a brazilokat. Az jó, nem? Ez jó. Tehát ez mindenképpen egy pozitív dolog, hogy a brazilokat el tudtuk kerülni. Ez abszolút jó. De megkaphattuk volna az argentinokat is. Szörnyű vége lett volna a dolognak. Ha Istenem! Nem tudsz olyat mondani, aki jó lett volna nekünk. Tehát ember. Nincs olyan nincs, csapat, nincs, aki jó nincs, lett és volna. És az mondjuk szomorú. Ugye? Egy kicsit. Tehát, hogy az se érzed, hogy jó gyerekek rosszul sorsoltak, meg mindegy lett volna, kit sorsolnak. Mindegy. Jó, de ebben azért hosszú évek melója van. Az igaz. Hát azt írja valaki, hogy jó nekünk a norvég válogatók, mert ők Oszlóban vannak. Tehát ez lehet, hogy, lehet, hogy ez lesz az utolsó segítségünk, amiben még bízhatunk. Na mindegy. Jó, mikor van a dátum? Fölírom magamnak, hogy... Azt mondja, hogy november 12-e 20.45 Norvégia-Magyarország, aztán november 15-e 20.45 Magyarország-Norvégia. Kevés lesz az 3 nap, gyerekek. Úgy a fáját. Az nagyon hamar elmegy. Nagy a baj. Mi? Az egy hosszú hétvége, nem olyan. Nagy a baj.
Na, jól van. Nézzük az SMS-eket, mit írnak még a hallgatóink. Mielőtt belevágnánk az első témákba, azt mondja, a gyerekek, itt volt az esély, ilyen gyenge csoportban még soha nem voltunk, de nem éltünk vele. Európában nehéz nálunk gyengébb csapatot találni. Tökéletesen igaza van, a selejtezőkre gondol a hallgató, igen, hogy az egyik leggyengébb csoportba kerültünk mi, és innen se nagyon. Akkor tényleg mit akarunk? A helyzet az, hogy a norvégok jobbak, mint mi, de ez nem egy nagy teljesítmény. Szerintem a csapat vegyen inkább lottót, ott több az esélyük. Betty küldte nekünk. Aztán micsoda helyük van, igen, elkerültük a brazilokat, igen, köszönjük szépen, ezt megkaptuk. Az voltunk mi nekik, mint nekünk a ferőeriek. Ezt Szala írta nekünk. Hát aztán nagy nehezen tudtuk csak legyőzni a Ferőer szigeteket is. Igen. Ugye? Sőt, hát egy nullára vezettek ellenünk. Igen. Egy nullára vezettek ellenünk, igen. Én úgy látom, hogy lila köd van Oszlóban. Ezt a lila köd Oszlóban van. Köszönjük szépen, András küldte nekünk. Igen. Na jól van, Japánban nagyon sokan beszélnek angolul, ki van írva minden angolul, többen, mint nálunk, és több minden, mint nálunk a nagyvárosban. Kiválóan boldogulsz, többször jártam már, szervezet úttal borzalmas menni bárhova, mert igazodni kell egy halom emberhez, a hólyag ürítéshez. Szép napot, fiú. Ezt Peti küldte nekünk. Köszönöm, Peti. Igen. A szervezetútban ugye az a rossz, hogy ott tényleg Marika nénnek pisilni kell, megálltok pisilni, valaki még úgy érzi, hogy 10 óra 10 perckor van találkozó, de 10 óra 13 perckor egy dupla gyroszt meg akar enni, még a 100 méterre alébredő étteremben, akkor ő nem érdekli, hogy 40 busz vár rá, ő még eszik egy gyroszt. Laci bácsit nem lehet elrángatni, a bugyi automatátok. Igen, Ibi néni bement a bazárba, és keresi a kisunokájának azt a márvány tojást, amire nagyon jól lehet alkudni, de nem találja a bazár kiáratát, illetve kijött, de az ankarai oldalon, és nem a... nem az isztambuli oldalon, ezért elmegy az idegenvezető megkeresni. Hány ilyen nem voltam. Az a pillanat, megyek, megkeresem az utast. Uh-huh. Ez mint a kis gömböc a padláson, tudod. De mindenki maradjon itt. Igen. Visszaérsz az utassal, és már sehova. Nincs. Igen. Tehát elmegy az utasnak a felesége, aztán elmegy az utas férje megkeresni, aztán elmegy az idegenvezető, aztán elmegy a sofőr az idegenvezetőt, mert dudálnak mögötte, hogy arrébb kéne állni a busszal, te meg ott állsz a melegbe, és káromkodsz, hogy az anyádért nem indulunk már el. Igen, nem? És már mindenki elkezd hisztizni a hátsó sor, vagy én akkor is fel akarok menni a fújira. A fújra. A fúj. Akkor is fel akarunk menni a fújra, igen. Na! Kirúgás vagy puncsolás? Tessék, ma megint egy olyan nap, hogy választhatok. Hogy kirúgsz bennünket, vagy puncsolhatunk? Igen. Na, vagy igen. Na, nagyon. Nyaljunk, vagy utilapú. Kirúgás vagy puncsolás? Igen, mert állítólag változik a munka a törvénykönyve, és januártól már SMS-ben is felmondhatnak nekünk. Mi? Ez az egyik, a másik cikk pedig az összeszedte a legnagyobb puncsolókat és a legnagyobb nyallereket a munkahelyen, és próbáljuk megtalálni, hogy nálunk ki az, illetve SMS-ekben a hallgatók megírhatják, hogy náluk ki a legnagyobb nyalógép. Én a nyalógépet jobban szeretem. Az jobb, de... A kirúgás hétfő reggel az lehet, hogy nem lesz annyira világ. De azért beszélünk én róla, hogy tényleg az van, hogy kapsz egy SMS-t és viszontlátásra. Hát, be se hívnak. Hogy... Hát, ilyen világ ez, Ferenc, te is jól nézed a telefonon. Mária, rákeresem. Igen, ma még nem. Azt hittem, hogy már túl vagyunk rajta. Hát, akkor puncsoljuk. Figyelj. Puncsolás? Puncsolás. Ah, igen, igen. Csak mondjuk egy mellékzengeket akartam mondani, hogy lehet, hogy mi vagyunk egy picit elkényeztetve, mert például, mit tudom én, az Egyesült Államokban nincs olyan, hogy felmondási idő. Nálunk meg azért csak akad néha. Tehát, hogy vannak azért olyan országok, ahol nagyon direkt módon intézik ezeket a dolgokat. Mi lehet, hogy egy picit így elvárjuk azt, hogy ilyen emberségesek legyenek velünk szemben, meg hogy, mert hogy nekünk jogaink vannak, aztán máshol nem így megy. Hát... Szerintem mindenhol máshol egy kicsit talán még jobban. Csak annyiban figyelmesek, hogy adtolnak egy papírdobozt az asztalod mellé, hogy legyen mibe pakolnod a cuccaidat hétfő reggel. Na, összeszedték a legfárasztóbb kollégatípusokat egy cikkben, és azt mondja ez a cikk, hogy van pár embertípus, akit ha kivennénk a munkahelyünkről, akkor sokkal jobb életet élhetnénk, sokkal jobb lenne a közösség, és egyszerűen nem lenne annyi frusztrált ember a munkahelyén, mint amennyi van. Ugyanis nem biztos, hogy a munkától vagy frusztrált a cikk szerint, hanem attól, hogy el kell viselned különböző embertípusokat a munkahelyeden, és ha 4-5 nagy típust meg tudnánk szüntetni, vagy átnevelni őket, vagy kicsit a gondolkodásukat megformálni, akkor nem lenne annyi idegeskedés, és 30-40%-ban csökkenthető lenne a munkai stressz, mint amennyit te ugye átélsz, ha ezekkel a kollégákkal kell együtt dolgoznod. Tehát ne a munkát változtass meg, hanem nézd meg a kollégáidat, és próbáld őket megváltoztatni, jobb lesz a hangulat a munkahelyen. Erről szól egy friss felvérés, egy friss kutatás. És összeszedték a nagy csoport a legjellemzőbb embertípusokat a munkahelyeken, hogy kik azok, akiket azonnal ki kéne lőni, és egy jobb közösségben dolgozhatnánk. Egyébként van benne valami. Nagyon várjuk, hogy melyik kategóriába tartozunk.
hogy ti melyik kategóriába, hát azt majd eldöntitek, hogy melyik kategóriába tartoztok. Azt mondja, hogy van 4, 5, 6, 7 darab olyan kategória, amiről a cikk azt mondja, ha ők nincsenek, élhető a munkahelyet. Na nézzük az elsőt. A túlbuzgó törtetőt írja, hogy a túlbuzgó törtető az nagyon, a főnök nagyon hamar hozzászokik, hogy ő mindig azonnal és lelkesen bevállal bármit, szívesen túlórázik, és ugyanezt várja el tőlünk is. Ha nem teljesítjük az elvárást, akkor ugye mehetünk a levesbe, ha igen, a magánéletünk megy rövid távon tönkre. A túlbuzgó törtető hamar fölén kerül a rangsorban, és észre sem vesszük, de már nekünk parancsolgat. Ez egy nagyon jó leírás. Igen. Ez egy nagyon jó leírás. Igen, de ahogy végig gondolom, egyébként így elfutnak előttem az arcok, a kollégák arcai, én szerintem nincsen ilyen nálunk. Nem, nincsen nálunk ilyen. Tehát, hogy lehet, az, hogy a békesség reményében ne fordítsuk le mindegyiket a sajátunkra. Ki túlórázik itt? Nem tudjuk, mi 10-kor elmegyünk, vagy 11-kor, nincs rálátásunk az egész napos teljesítményekre. Itt azért 6-kor is van munka, 8-kor is itt van. Tehát meg kéne nézni, hogy ki van itt. Nyilván azok, akik be vannak osztva. Az esti műsorvezető, az esti hírszerkesztő. Tehát egy rádióban azért ez nagyon más, hogy működik. Itt letolod a munkaidődet, és aztán szabad vagy. Ő mindig főnök lesz, ez a törtető? Azt írta, ugye, hogy mindig föléd lép. Hát, hogy előbb-utóbb föléd lép. Előbb-utóbb föléd lép, igen. De szerintem ez az a típus, aki a csúcsra soha nem fog eljutni. Tehát, hogy egy bizonyos szintig ezzel el lehet jutni, de annál feljebb nem. A csúcsra ő nem fog odaérni. Mert ugyanis a törtetőnek, meg ennek a fajta ilyen picit nyaller, picit mindig ott vagyok a főnök popsiában típusnak, ennek kell, hogy előtte legyen valaki. Érted? Nem. Ő nem is a nyaller, hanem szerintem az, akivel egy szinten vagy, de folyamatosan azt hiszi, hogy ő a főnök, folyamatosan irányítgat, folyamatosan próbál a főnök felé jó képet mutatni, és közben cseszteti azokat, akivel egy szinten van. Nem? Tehát egy szinten vagy, ugyanazon az osztályon dolgozol, ugyanoda van beosztva, de törtet, nyomja, látod, hogy fontoskodik, állandóan leszúr, ha valamit nem csinálsz meg. De ha törtet valaki, az fölfelé törtet, az most nem feltétlenül... Hát az fölfelé törtet, így van. Az fölfelé törtet. Akkor arra felé is megy az energia, amiről most beszélsz, nem a többiek felé. Tehát most itt két ugyanolyan pozícióban lévő ember közül az egyik elkezd törtetni, akkor az föl irányul, és a... Nem, a túlbuzgó az nem feltétlenül. Igen. Tehát a túlbuzgó az ugye az, aki tényleg fontoskodik, látja, hogy nincs a nyomtató papír, és meghal, hogy ki kell cserélni, majd ő elintézi, rendbe rak, rendet csinál utána, de kiborul, hogy rendet kellett csinálni. Tehát ő a túlbuzgó, tudod, aki állandóan, basszus, állandóan fontoskodik. De te megcsinálod automatikusan, te már ebbe beletörődtél, tehát nincs benned sem. Ja, mondjuk iha. Sem túlbuzgóság, sem elkeseredettség. Mész, elmosogat, ja, én csak összeszeded a WC papírgurigát, ja, berakod a szelektívbe. Én csak így szimplán egy hello vagyok. Tehát, hogy benned semmiféle ilyen túlbuzgó törtetés nincsen, te GPS-en 10-től 11-ig kiürül, összeszedem, leszedem, letakarítom. Nem a pozícióért csinálod. Kettelésből. Ezt elmosom, ezt rendbe rakom, ezt berakom az asztalom alá a szelektíven. A segnyaló bizalmaskodó a második típus, alfája az utánad a hátad mögött fúró. Micsoda? Ezt nem értem. Alfája az utána a hátad mögött fúró. Alfája az utána a hátad mögött fúró. Alfája az utána a hátad mögött fúró. Próbáljuk értelmezni. Ennek mi a pöcsöm értelme van? Az alfája a hátad mögött fúró. Alfája az utána a hátad mögött fúró. Ez olyan, mint valami ilyen mondóka. Alfája az utánad, hátad mögött fúró. Mondom a jellemzést. Jó. Nem csak fölfelé nyal, hanem a maga kategóriájában is, nagyon sőt, túlon túl kedves velünk és mindenkivel, szemtől szemben, de hamar gyanúsá válik, hogy mindig cuki kolléga fúr valakit, vagy valakiket a háta mögött. Ha erre mindenki rájön, hamar kikerül a kétszínű segnyaló a körből, de a főnöknek attól még továbbra is hízeleg. Ez utóbbinak meg is lesz az eredménye, előbb-utóbb előlép, és megint csak mi nem jutottunk sehova, a kétszínű meg igen. Annak lehet valami magyarázata, valami konkrét magyarázata, hogy amikor ezt a kategóriát kezdted el mondani, bejött az Ákos. Ez valóban fura. A barátkozó, ugye? Az volt benne, hogy barátkozik és közben fúr. Ez valóban fura. Na, hát ez az a típus, amiről szerintem a legtöbbet lehetne beszélni, úgyhogy ezt adjuk utoljára. Van még a lusta és notórius késő, ezt nem is ismerem. Tehát a notórius késő, ez teljesen... Az örök panaszos, nagyon jó, beszéljünk róla egy mondatot, az mert majd utána van. A nyalásra helyezzük ki a dolgot. Az örök panaszos, ő a hatos típus. A panaszkodó szerint mindenki vele szemben ment fel az autópályára, és nem igaz, hogy mindenki annyira hülye rajta kívül, hogy ezt nem veszi észre. A kisboltban átvágja a pénztáros, a buszra 10 percet vár. A panaszkodóban az a legrosszabb, hogy előbb-utóbb mindenki átveszi a rossz hangulatot, és mindenkinek elege lesz az életből.
Van ilyen típus. Ezt van, is van ilyen típus. Van, így van. Van. Így van. Van. Illetve volt múlt héten. Nem, ő nem beszélt. Nem beszélt. Ő nem szólalt meg, csak rá. Ő csak sugározta a panaszokat. Csak sugározta a panaszt. Igen, ez is egy nagyon rossz típus. Minden mindig rossz, nem? Soha nem jó semmi. Minden félig teli pohár, félig üres. Igen. Ha az az ebéd, miért az az ebéd? Ha a kollégád abban a ruhában jött be, miért? Ha kaptál fizetésemelést, miért annyit kaptál? Ha elmehetsz Szabira, miért akkor mehetsz el Szabira? Nem? Tehát, hogy mindig van valami, ami nem jó. És állandóan megtalál a problémáival, és állandóan neked panaszkodik. Nem? Ez egy mindig mondja, és tényleg nem tudsz neki jót mondani, mert hogyha mondod, hogy milyen szép reggelem volt, azonnal úgy folytatja, hogy neki viszont nem. Igen. Van még a pletykafészek, és az állandóan köhög, telefonál, zenét hallgat, csacsog, ő a hangos. Ő a hangos, ez is nagyon jellemző típus egyébként. A krákog, melletted ül, folyamatosan hangoskodik, krónikus toroggyulladása van, ő melózik, mi? Folyik az óra, köpköd, cipog, krahácsol, ugye? Ez a típus is van. Nagyon igen. Sok ilyen van a munkahelyen. Ugye, aki mindig melléd ül, mindig nagyon beteg, vagy beteg zenét hallgat, vagy ő ad ki magából mindig valamilyen hangot. Nem? Igen, és kényszeresen megszólal akkor, hogy egy kicsit csend van körülötte, mert ő meg akarja törni ezt a csendet, mert a csend zavarja. Meg azzal bizonyítja, hogy ő ott van. Ott van és melózik. Igen. Tessék hallani, itt vagyok. Mi volt az ez előtti típus? Mert az is egyébként nagyon jellemző. Az örök panaszos volt. Ja, hát az örök panaszos. Az örök panaszos volt az, igen. Mit akartál mondani? Azt, hogy arról nem az örök panaszos, meg közt a krahácsoló között nem volt még valami? De közlekedési hírek. Ja, jó, oké. És mi a helyzet az M3-as? A lusta és a notorius, lusta és a notorius késő volt még. Hát, ezt a felmérést ezt nem itt készítették, nem ezen a munkahelyen, mert csak kettőre, háromra ismertem rá maximum. Én és nagyon abból kettő ugyanaz az ember. Én nagyon diplomatikus vagyok, én mindenkire tudnék ezen a munkahelyen mondani. Mindenkire. De nem akarok. Nem akarok, mert itt elég sértődékeny a csapat, és nem annyira értik a humort, és érteném, ha megneveznének az egyik kategóriában a munkahelyet. Tehát lehet, hogy ennek annyira én se örülnék. Tehát ezért azért vagyunk 40-en vagy 50-en, hát itt azért lehet válogatni, itt mindenkire van. Tehát a túlbuzgóra, a szerintem a nyalereskedőre is, a lusta és a notórius későre is, aztán a pletykafészek, hát azért az van. Azt tudjuk, hogy kicsoda nálunk. Persze, felborult libás kosár, tudnánk többet mondani, több nevet tudnánk mondani, hogy ki. Egy hónapja nem beszélgettem senkivel. Ja, azt gondolom, állandóan körök, telefonál, zenét hallgat, csacsok, azt is meg tudnám nevezni. Na, de nézzük meg egy kategóriát részletesebben, és erre várunk SMS-eket. A segnyaló. Hát azért ezt érdemes lenne kitárgyalni. Drága hallgató, nézzetek körbe a munkahelyeteken, és írjátok meg a legnagyobb nyallert, jó? Mit csinál? Hogy kedveskedik? Mivel próbál a főnöke kedvébe járni? Kávét főz? Kitakarítja az irodáját? Megdicséri a feleségét, minden nap odarohan hozzá, és elveszi a táskáját? Mit csinál egy igazi nyaller? Sokféle lehetőségük van, nem? Sok eszköz van a kezükben. A főnöknél bevágódni. Igen, a nyallert a figyelmestől szerintem azt különbözteti meg, hogy a nyaller az mindig csak egy személlyel szemben figyelmes. A figyelmes az meg ugye mindenki felé tud egy-két kedves szót vagy egy-két gesztust tenni, de a nyaller csak célirányosan egy popsit vesz célba. A főnök popsiját. És azt próbálja fényesre takarítani. Ha van oka erre, ha nincs oka erre. Az most, hogy ő mennyire kétszínű, az mindegy is. Azt írjátok meg nekünk, hogy miről ismered meg, és nálatok a munkahelyen mit csinál. Eltakarítja a főnök után a szemetet? Nem enged senkit a közelébe, csak ő kommunikál velem? Ebédet visz neki? Szerelmes üzeneteket küldözget álnéven a laptopjáról? Megdicséri a frizuráját? Hát mit csinál? Mit csinál egy igazi nyaller? Én nem tudom, utálom a nyallereket. Gyűlölöm a nyallereket. De nagyon, tiszta szívből. De tényleg, tehát, hogy az a legidegesítőbb kategória szerintem. Aki jön, hajbókol, hajlong. Mi van ezzel a köhögéssel? Az melyik kategória? Az a hangoskodó. Ti hogy vagytok a nyalerekkel? Hát ezt nekünk mondod, akik ebből élünk hosszú évek. Én úgy vagyok vele, mint te. Jó, a libás kosarat bevállalom, azért minden nem. Aranyos vagy.
A libás kosarat bevállalod? Na, de hogy mit csinálnátok vele? Vagy miről ismerjük meg? Vagy milyen a nyaller? Hát a nyaller az, aki elébe megy a dolgoknak. Tehát, hogy nem várja meg, amíg a probléma lesz a főnök körül, hanem elébe megy a dolgoknak. Nem kéne lemosni a kocsinak az... Nem. A táskát... Nehogy itt felejtsd a táskát. A telefon... Nem felejtsd... Főnök... A telefon... Hopp! Egy csörög! Van egy bejövő! Hello! Na jó, azért ez inkább egy Louis de Funès-film. Szóval az, ez egy Pierre Richard film inkább. Telefon, telefon. Az nem az én telefonom, te hülye, tehát már az első telefonja. Nem, aki például úgy mószerolja a többieket, hogy ő saját magát jó színben tünteti fel, nem? Milyen az igazi nyaller? Igen, de már az elején... Eláztatja a többit, de közben domborít arról, hogy ő milyen jól csinál ezt a nyaszt. Igen, de már az elején azért jelzi azt, hogy nem azért mondja ő, meg nem akar ő semmiféle feszkot, de jó, ha tudja a főnök, hogy. Tehát, hogy nem ez a rossz indulatú, hanem már az elején egy picit játssza az izét, hogy csak tényleg a félértések elkülönbségek is. Nem azért mondom, hogy most így bántsam, de hogy jó, ha tudja a főnök, hogyha tényleg... Hogy utálom magát. Igen. Nem a főnök dolgait húzod magasabbra, nem felé nyalsz azzal, hogy hát őről a mondasz jót. Hát ez a felfelé nyal, lefelé tapos típus. Sokféle típus van. Na, drága hallgatók, írjátok meg nekünk, jó? Mindegyik kategóriáról írhatok, mert gondolom, hogy mindenki, vagy sokan, sok kollégára ráismertetek, de most mi a bizalmaskodó... Írja is valaki, hogy már megint bántok. A bizalmaskodó nyaller típust keresünk, hogy kinek van a legnagyobb nyalógép a munkahelyén. Jó? Mit csinál? Ez nagyon fontos. Küldjetek el nekünk. Mi pedig jövünk Ákos hírei után. 3:48 lesz. 2 perc múlva szép reggelt kívánunk mindenkinek. Munkahelyi embertípusokról beszélgettünk a hírek előtt. És arról, hogy hát mit csinál a nyaller. Mert egyébként tényleg nagyon jó ez a cikk, leírja, hogyha ezen kategóriába tartozó emberek kiestének a munkahelyekről, mennyivel nyugodtabb élete lenne az embernek. A lusta, a szakszervezeti eskedő, a pletykafészek, a benfentes, az örökpanaszos, a túlbuzgó és a nyaller. Nagyon jók ezek a kategóriák. Tehát a benfentes, aki mindig mindent tud, és te jöttél ki egy megbeszélésről, de ő már tudja, hogy ott mi hangzott el, vagy tudja, hogy mit jelent be a cég nem sokára, és ő már hallotta. Mondjuk az szórakoztató, azért az. Én azt nem tartom annyira fárasztónak, tehát nekem azt tetszik, hogy jön, és akkor ezért, hogy... Tudom, hogy ez lesz. Most nem azért mondom. Most tök ellenkezője jön. Igen. Na, és ugye arról beszéltünk, hogy leginkább a nyallereskedő típus lehet kibeszélni, mert minden munkahelyen legalább egy ilyen típusú ember van, aki ugye folyamatosan a főnök kedvébe próbál járni, azt lesi, hogy mivel derítheti jobb kedvre, és ugye folyamatosan azon dolgozik, hogy fényesen nyalja a főnöke fenekét. És hát nagyon sok hallgatónk írt, hogy mit csinál ezekkel a nyallerekkel. Jött egy-két kiegészítés is egyébként, hogy milyen típusú kollégákat hagytunk még ki, csak félig meddig egy-egy SMS, mert ezek is nagyon jó. Kimaradt egy igen fontos kategória, ami tulajdonképpen a nyaller egyik leágazása, lehet így mondani, ez pedig a tégla. Ez pedig a tégla. És ez is nagyon jó. Aki folyamatosan jelent? Ott van, és úgy nyallereskedik, hogy közben folyamatosan jelent. Igen. Fú, az is nem egy jó kategória. Van egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Szervusztok, jó reggelt kívánok mindenkinek! Hello, szia. Csilla, hello, Csilla. Na, nálad is van, vagy volt ilyen kollégam? Vagy magadra ismertél? Nem ismertem magamra. Ez egy régi munkahely, azért ismertem, merek róla beszélni. Volt egy kolléganőm, aki hétvégenként bejárt az irodánkba, és ott kutakodott, kutatta a fiókokat, az asztalot, majd erről jegyzeteket készített, és hétfőn reggel az osztályvezetőnél kezdett a jegyzeteivel. Nem mondok komolyan, hétvégén ő bement, és lejegyzetelte, hogy kinek milyen privát dolgai vannak. A kollégák asztalát, leginkább ilyen magándolgokat kezdett, posztitokról írogatott föl dolgokat, hát amiket az ember az asztalán a fiókjában tart, amit fontosnak itt összejegyzetelte, és hétfőn bement a főnökhöz, és ezt jelentette, és egészen addig, amíg ugye hát, teljesen véletlenül én buktattam le, ez egy belvárosi irodaház, és bent bolyongtam a gyerekemmel, és pisilnie kellett, és az a legegyszerűbbnek, hogy felszaladunk az irodába pisilni, mégis csak tisztább hely, és akkor döbbenten tapasztaltam, hogy pont az én asztalomnál ült, és ott irogatott. És mit mondott, amikor rajta kaptad, akkor mit mondott? Mi volt a kifogás? Bejött dolgozni, de van maradva a munkájával, és hogy valamit keresett, ami kell a munkájához.
mert ugye nem adtam oda neki azt a táblázatot, és ő azt keresi, és ez nem volt igaz. Hú, és akkor hétfő reggel bementem az osztályvezetőhöz, aki egy külföldi pasi volt, és akkor mondtam neki, hogy tapasztaltam a hétvégén, és hát láttam, hogy pontosan tudja, miről van szó, ő nem mondott akkor nekem semmit, azt mondta, utána néz, de aztán kisvártatva bőgve rohant ki a kolléganőtől. Kirúgták? Nem rúgták ki. Nem csak helyre tették. Helyre tették, de nem sokára egy ugyanennek a cégnek, de külföldi irodájába felbukott. És akkor most egy külföldi irodában rángatja a hétvégén a fiókokat, és jegyzeteli a posztezeket. Picit felfelé bukott akkor. Igen, kicsit felfelé. Figyelj, és ez önszorgalom volt a részéről, vagy pedig megbízás teljesített? Teljesen önszorgalom volt, ő egy ilyen típus volt, mindig ő ment el utoljára, mindig ő volt bent legelőször, ő nem ment ki ebédelni, állandóan valami irosszomóval fontoskodva futkorászott a folyósón, ő egy ilyen típus volt, próbálta mindig ott a főnököt játszani valóban, de hát persze minket ez nem érdekelt, mert nem volt a főnökünk, nem is tartottunk neki támadással, de hogy ilyen típus volt ez a fontoskodó valóban. Azért az osztályvezetőről is megvan a vélemény, mondjuk, aki viszont ezeket begyűjtötte. Hát meghallgatta, bólogatott, gondolom, aha, de soha nem tudta. Ja, nem használta? Nem jött vissza. Aha. Soha semmilyen megjegyzést nem tett, semmi olyan jelét nem adta ennek a főnökünk arról, hogy ő bármit tudna, vagy magánéletünkről tudna. Tehát ő normálisabb volt, ez volt a szerencsét. Igen, ez a kolléganő elég fontos munkakört töltött be. Na de látod, még így is feljebb lehet kerülni. Tehát még igen, így is. Igen. Csilla, köszi, hogy elmondtad, megyünk az SMS-ekkel tovább. Köszönjük, puszi. Sziasztok. Ciao, hello. Azért az milyen kemény lenne, valamelyik kollégának a gépen találnánk egy ilyen mappát, és ott lenne szépen a sorba, így ABC sorban, hogy Rákóczi, Sebestyén, Vadon, és akkor az összes információ. És szeretettel várom az asztalomon. Ha azon átlát, akkor ott begyűjtheti az információt. Sok szeretettel. Jobbra, bemész balra az első asztal, az enyém. Azt jegyzeted ki, te gyökér. A volt munkahelyemen Nyaller volt, a főnök névnapja előtt hozott egy csokor virágot, mivel a hétvégén sajnos nem találkoznak, ez csak a főhúzása volt, amin a főnök is nevetett, de folyamatosan volt nála a nyalás is. Nálunk van a legnagyobb Nyaller, felhívta a főnököt, hogy menjen át hozzá, lemossa neki a kocsit, mert nála ingyen van a víz. És ez csak az egyik, mert mindennapos a puncsolás. Anya, gyere már, lemosom a kocsidat, mert nálunk ingyen van a víz. Van két kollégánk, az egyik csak azért kávézik meg dohányzik, mert a főnök is azt teszi, hozzáteszem, hogy nem szereti a kávét, a cigitől meg folyamatosan rosszul van. A másik meg Mikulás csomagot visz a főnök pulyájának, valamint a főnöknek napi szinten a tojást, micsoda, szímelindás táskába hordja. Ha jó, friss tojás neki van, friss legyen tojás. Másnak is. Lágyan, keményen. Jó is az. Nálunk is van ilyen, folyton beárkál a főnökség irodájába, ott bizalmaskodik, bemószerol embereket, a főnök szülő napján pénzt gyűjtött az emberektől, hogy készítessen egy kis szobrot a legjobb főnöknek felirattal. Célját elérte, ma már csoportvezető. Bence küldte nekünk. Aztán a Nyaller az az ember, aki a főnöknek kóstoló gyanánt viszi a fél disznó. Na, tényleg, ne bántsátok a felirat. Nem, hát tényleg. Az más, az törődés, az kis alapanyagok. Én már csak hallom, hogy valamilyen kecske mekeg, mondom, hogy sem baj, a Feri jött. Feri jött. Semmi, Feri, tenyészállatot is lesz. Behaladszadik a kolomsza az udvarról, már tudjuk, hogy behajtott megint egy gulyá. Igen, Feri hozta az állatot a főnökségnek. Kollégánk reggelente kijön a büfébe velünk, visszafelé elveszi tőlünk az irod előtt a kávét, amit a főnök kért, és ő adja oda. Hagyd csak, majd én. Engedd el. Forró, nehogy megékes magad. Fehér cukor, barnával vissza. Nálunk az egyik részlegvezető a bejáratban várja az igazgatót, a hangját is képes eltorzítani, más hangszínen beszél vele, amúgy meg egész nap rikácsol. Kaptuk SMS-ben. Egyszer a főnököm köhögött, erre a kollégám megjelent egy bögre teával és neocitránnal, benyitott a főnököt, és azt mondta, hogy hallom, köhögsz, ettől jobban leszel. Az én kollégám a legnagyobb Nyaller, ha meglátja a főnököt, már fut elé, folyamatosan dicséri, kérdő, hogy mit csinálhat még meg helyette, ha valaki kicsit lassabban dolgozik, már fut ki vamzerkodni, soha nem segít senkinek, de ha belép a főnök és éppen nem vele beszélget, akkor kiabálva jelzi, hogy ő éppen másnak segít. Megjön a főnök. Itt vagyok, főnök úr, csak segítek a Petinek, mert nagyon bénom, mindjárt ott vagyok, hozom a kávéját. Mennyire nyomorú. Mindjárt végzünk, láttam, hogy Sanyi nem boldogul, de igen, de igen, én tudok segíteni, mindenben jó vagyok. Üdvözlöm, főnök úr. Jézusom, de meg kell az ilyet verni. Nem, nincs más. Nem a munkámmal van bajom, csak vele.
Na, jó a műsor, puszi kaptuk SMS-ben. Nekem volt egy olyan kollégám, aki figyelte, mikor mennek a főnökök cigizni, és készenlétben állt, ő is akkor ment, mert az igazi kapcsolatok a dohányzóban születnek. A vicces része az volt, amikor ez a főnök is észrevette, és miután kisbarátunk megcélozta a dohányzót, ő szépen visszaült a helyére. De nagy bukta, igen. Hát bizony a dohányzás, ugye? De jó volt az. De jó volt az. Főnökeink nem dohányoznak, csak felhívom a figyelmedet, úgyhogy az nem lehet az én ellenem fölhozott vád, hogy ott kint nyaltam a főnökeinknek, azt én elintéztem a fél disznóval. Megoldottam, de dohányzás közben nem lehetett velük, mert nem cigiznek. De az, hogy nem dohányzol, az nem riaszt el, hogy kimenjél egy kicsit ott récselni. Hát nem, ott vagy a dohányzó közösségében, azért te nem estél ki, csak nem gyűjtesz rá. Nagyon ritkán. Feri, Laci, megy, mész vele, ugye? Már nem olyan. Kíséred, csak nem dohányzol. Mondjuk lehet, hogy dohányzik ott, ahol akkor van, amikor itt nincs. hogy micsoda, hogy a Feri, vagy mi? Nem, a főnök. Ja, a főnök. A főnök. Tehát, hogyha ritkán találkozunk vele, lehet, hogy éppenséggel ott dohányzik, ahol van, mert hogy itt nincs sokat, az is biztos. Mert kire gondolsz, nevesítsd akkor, hogy miért, hogy minden főnök magára vegye, hogy... Melyik osztályon, melyik, kire gondoltál? Természetesen nem Árpira gondolok, Árpi mindig itt van, ilyen nappal, teszi a dolgát, ez fontos. Tolja a szekeret, és segít nekünk mindenben, ha szükségünk van rá. Bújjonsz, hogy kiválóan teszi a dolgát. Ha kiválóan teszi a dolgokat, de még annál is kiválóban. Ah, igen, na ez fontos volt csak, hogy kire gondolsz. Na játsszuk Kóben bácsival, már is itt van a játékosunk. Nem gond, ha nem vágod a pároloktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Gergő, hello, jó reggel! Hello, sziasztok! Hello! Gergő, honnan hívtál minket, Gergő? Hát most jelenleg Tatabánya környékén vagyok, az M1-esen. Minden oké a forgalommal? Hát esik az eső. Hatóságmentes. Hatóságmentes, ez a lényeg. Mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni, figyelj! Reggeli készülődés. Reggeli kis készülődés, kis fogmosás. Ez egy amerikai film lesz, ezt kellene kitalálni. Jó? Nem nehéz, nem nehéz. Jó. Figyelj. Hát ez ismerős is, hiszen ez szól a beszélgetéseink alatt. Ismerős. Mutatjuk még egyszer, figyelj. Jó, oké. Film. Tehát, hogyha ebből nem ugrik be, nem tudunk hosszabbat mutatni, mert ez van az egész igen. dalban. De így is mutathatnám. Az a baj, hogy itt van a nyelvemen, ha mondanám, vagy... Az jó nem lenne. Nem tudom, hogy... Addig oké. Okay. Igen. Megmondjuk, mert nem tud tényleg, ez hallgat, figyelj. De rákérdezek, vagy jó, vagy nem. Nem tudom, Men in Black. Nem, ez egy 1977-es film. Nem is éltem még akkor. Nem is éltem, igen. Mondjuk olyan ismerős a szövege, vagy nem tudom. Az nem is volt benne. Ez a szombatesti láz. A szombatesti láz a John Travoltával. Mekkora rész. Nem. És egy srác, aki énekel. Igen. Nem volt. Mekkora zene, úristen. Vélmény volt. Na azért. A lényeg. Gyerekek, ez nagy muzsika. Ez nagy muzsika. Jól van, hát Gergő kém, ez egy rövid játék volt, köszönjük. Hát igen. Köszönöm. Ciao. Sziasztok. Hello. De igen, volt nehéz. Tehát nem volt annyira hát nehéz. Hát nem, de hogyha valakinek nem ugrik be, akkor hiába mutasz belőle bármennyit. Engem. 5 perc, pontosan 8 óra várunk friss közlekedési híreket. Küldjétek, ha láttok valamit, mi pedig jövünk a hírek után. 8 óra múlt, pontosan 10 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek, hétfő van. Viszont vigasztalom mindenkit a tudat, hát ha valaki még nem tudja, vagy nem nézett a naptárára, hogy október 23-a péntekre esik. Jaja. Ami azt jelenti, hogy hát pénteken ugye munkaszüneti nap van sokunknak, nyilván néhányan dolgoznak, ők ne haragudjanak ránk, ha mi ezt sokszor mondjuk. Így van. Bocsánat ezért, de csonka hét van, úgyhogy hát talán így kicsit könnyebb a hétfőt is elviselni, hogy hogy tudjuk, hogy pénteken munkaszüneti nap van, és ezért 3 napos hosszú hétvége vár mindenkire. Csonka hét, akkor a pici a hétvégén mindent visz majd a Starban? Ő most esett ki. Ki esett. Lehet, hogy azért nem engedték, mert hogy csonka hét van, tudod? Basszus. Atyisten. Pedig én nézni akartam. Mit, a csonkát? Tök meg kíváncsi lettem volna. Ja, hogyha nincs csonka, nincs cár, Starban sztárnak, megértem mondjuk. Nem, csak a picit húzónak. Néztem volna, rá kíváncsi lettem volna. Többiekre nem, pedig vannak nagyon jó. Fú, van egy-két nagyon jó. Na ki? Hát figyelj, szerintem az Adél nagyon jó.
a Tóth Gabi nagyon jó, ők ketten nagyon-nagyon tehetségesek, tehát zseniálisak, amit hétről hétre hoznak, tehát a Tóth Gabi, mint Kovács Kati, hát őrületes volt, az Adél, mint azt hiszem, a Mari Zsuzsi volt, hát szenzációs volt, úgyhogy szerintem van egy-két nagyon jó karakter, szerintem pont a Csonka az, aki egyébként alványabb ebben a műsorban, ő nem boldogult ezzel, jó, kis Tibit a Pibiből, basszus, az egy mellényúlás, tehát hát, neki kiosztani. Gáspár Laci, szóval zseniális jó, a Gáspár Laci, mit hoz? Úristen, mit csinál ő hétről hétre? Úgyhogy vannak jó karakterek. Wolf Katti, mint Lady Gaga, hát ott a, tehát nem jó az ötlet, mert hogy igazából nincs benne semmi, vagy mint szegény Csonka, mint kis Tibi Kimbi, hát most mit csinálsz egy kis Tibivel? Tehát nem, ugye itt a vicces karakterekből kell még viccesebbet csinálni szerintem, vagy azokat a stílusjegyeket kikarikírozni, amik ugye jellemzőek. Tehát a Tibi is ugye, mert most gitározik, énekel, mi baromi jó zenész, de hát sokat nem tudsz vőle egy most múlik pontosan ma megmutatni, azt elének lehet. Egyébként a Csonka nem volt rossz. A külsőségek gyakorlatilag semmiféle szerepet nem játszanak, ezért volt rossz igen, választás. Igen, de hát szóval vannak, akiknek ez nagyon jól áll. Tehát szerintem a Csobot, a Tóth Gabi és a Gáspár Laci hárman kell, hogy ők bejussanak majd a fináléba. Ha ennek a műsornak van fináléja, nem tudom, hogy dől el, hogy ki nyeri majd ezt az egészet, vagy hányan maradnak bent a végén. Hármas a vége, azt hiszem. Zseniálisak. Tehát a Gáspár Laci is. És ő hogy nyilatkozik is milyen. Nem, hát a Gáspár Laci, amikor ugye ezért forgatunk vele is egy műsort, ugye külföldön, és nekem ő volt a legpozitívabb csalódás. Tehát én teljesen másmilyen embernek ismertem meg így az újságokon keresztül, meg a nyilatkozatokon keresztül, mint amilyen valójában. Tehát, hogy ő alapból egy nagyon humoros, nagyon vicces, nagyon komikus figura. Nagyon jó srác. Jó arc, igen. Zseniális. Adél is nagyon tehetséges, és hát a Gabi. Hát ahogy ő ezeket hát a szerepeket hozza hétről hétre, döbbenetes. Az Irigy Honnan Mirigyes srácnak volt nehéz dolga szegény, de megküzdött vele tisztességesen. Ő a Scatman kapta az elején, hát vérben forogtak a szemhelye, hogy próbálta tolni, de jó volt. Én egyébként a Havast is nagyon bírom benne, tehát szerintem tökre megtalálta a helyét. Teljesen más, mint a másik három. Az elején engem nagyon idegesített, de most már szerintem nagyon jó benne. Tehát mindenki nagyon megfejt, nagyon viszik, nagyon, és utána jön valami olyan, a 1977, a Karel Gottmer, azt kéne inkább, meg a Darvas Ivánt, és így fogod a fejed, hogy úristen. Tanárus, nem, egyre kevesebben értik, hogy miről beszél. Én értem, hogy Darvas Iván, meg persze. Mert mesélt róla anyám. Igen, fontos, meg hát persze, tehát hogy nyilván nem szabad az ilyen kaliberű emberekről elfeledkezni, de egy ilyen típusú műsorban másfajta zsűri értékel is kell. Egy perc, odaszúrsz egy vicceset, mondasz, hogy hátulról indít, még 4 perc, még mindig nem tudod, hogy mit akarom menni. Meg a Törőcsik, Mária. Igen, és átadták a kis föld alatt. De hogy most már egyre jobban, meg egyre hát jobban azt bírom. Tőle, ami ő, ami az ő jegye volt, hogy odaszúrok, és kicsit ilyen pikírtem, pökendi, ilyen oda mondja a tanár, ugye mindig ez volt. Nincs ez nincs. Nem, sztorizgat a hintaszékben. Inkább sztorizgat a hintaszékben, igen. De szórakoztató egyébként, szórakoztató. Na, nézzük a közlekedési híreinket, hogy mi a helyzet. Baleset az Üllői út és a Hungária kereszteződésében a felüljáró alatt. Lucif R küldte nekünk, Lucif kötőjel R, nagyon jó, igen. Az M3-as autópályán nagysebességgel Debrecen felé politikai küldöttség halad konvojban, nagyon lazák a fiú. Köszönjük szépen, ezt is SMS-ben kaptuk. Az M1-es 140-es kilométerénél van egy trafi, mindenki legyen óvatos, mert bujkálnak. Valamint a keletinél, a Rákóczi út elején, a 3-as karambol alakul a dugó, Vazsibá üzente nekünk. Püspökladány felől, a Bárán táblánál, a kanyarnál elbújtak a rendőrök, Cutler írta nekünk, úgyhogy vigyázzon mindenki. Aztán ez az Airplay milyen szombat esti látsz, kérdezi egy hallgató, hát igen. Az Airplane-ben is táncoltak, mikor ugye a csávónak beláll a kés a hátába, és próbál jelenni, és húzza ki, de hát az már egy paródia. Tehát, az már ugye különböző filmeket parodizál, és rengeteg filmből tették össze az Airplane-t, például az Airport 75, 78, imádom. 2000, tehát nagyon sok Airport film volt. Nagyon fárasztó, de ugyanakkor meg hihetetlen szórakoztató is. Nagyon jó. Igen, a kocsmai bunyós. Mérnek a rendőrök a 832-es szám úton Nagy Imót és Pápa között, Sanyi küldte nekünk. Úgyhogy mindenki vigyázzon. A ködlámpákat esőben nem kell használni. Kiégeti a szemünket a sok bugris. Jó a felvetés. Jó a felvetés. Miért nem büntetnek a rendőrök szigorúbban a ködlámpa miatt? Ezt nem is értem egyébként. Hogy miért nem? Miért nem lehet ők? Miért nem lehet? Hát esőbe bekapcsolod, mert ott a fölverődés miatt nem látszik. Benne van a nevében, hogy ezt mire használják. Tehát, hogy nagyon nehéz kitalálni, hogy mire jó, de hogy ott van a nevében. De lehet, hogy azt hiszik, hogy ez egy rövidítés. K.Ö.D. lámpa. És akkor? De akkor mi lehet mögötte? Igen.
Igen, jogos egyébként. Holnap után szerda, elszaladt ez a hét is, írja valaki. Hát. Jajam. Hosszú hétvégén óra átállítás lesz. Tényleg? Most állítunk órát? Ezeket mindig elfelejtem, hogy mikor kell. Most vissza vagy előre? Valaki vissza, 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 vissza. Ötkor már sötét van, de most már négykor nagyon sötét lesz. Most állítsuk vissza. Gyűlölöm. Minden estől. És akkor most hétfőn megint vergődünk, hogy kelljünk? Nem. Már hogy jó, nem. Ja, nem. Nem, már nyilván órára tudom én, de most... Ugyanúgy beállítod az órádat, és ugyanúgy elkezd. Most egyet többet tudunk aludni. Egyet többet tudunk aludni. Kapsz egy órát, így ugye? Van. Az nem olyan rossz szerintem. Nem rossz, igen. Na, akik hallgattak bennünket pénteken, azok tudhatják, hogy egy fontos hírrel foglalkoztunk, mert ugye láttuk az interneten, hogy várhatóan több százezer forint bírságot kell fizetnie annak a Pest megyei közétkeztető cégnek, amelynek az egyik raktárában több mázsa lejárt szavatosságú, valamint jelöletlen élelmiszert foglaltak le az ellenőrök. Az ennivaló egy részét a padlón tárolták, ugye ez a Nébik közleménye. Az épület sem felelt meg az előírásoknak, és hosszasan beszélgettünk arról, hogy tudjuk, hogy a Nébik ugye nem hát jogalkotó, ők csak betartottak bizonyos előírásokat, de mégis milyen jó lenne, ha azért, ha ilyen rajtakapás van, akkor ezeket a cégeket szigorúbban büntetni, hogy a pár százezer forint az valójában mennyire kevés, mert hogy amit lehet, hogy mondjuk egy-egy ilyen cég mindenféle konkrétum nélkül megspórol rajtad, azt mellézsebből befizeti, közben pedig irdatlan állapotokat is találhatnak akár. És hát egy videót is közölt a Nébik ennél a közétkeztető cégnél arról, hogy mit talált, és hát vannak érdekes dolgok. Az egyik helységben ugye erről beszéltünk pénteken, azért ismétlem, mert talán sokan nem hallgattak bennünket. Több mázsa lejárt, fogyaszthatósági és minőség ellenőrzési idejű, továbbá jelöletlen, nem nyomon követhető élelmiszert találtak, és az ellenőrzésen a felhasználásra szánt élelmiszerek között több tételnyi lejárt fogyaszthatósági és minőségőrzési idejű élelmiszert találtak a szakemberek. 240 kiló lehet, az épület sem felelt meg az előírásoknak, írja a Nébik. A konyhában a falakról hiányzott a csempe, az ajtók és a tárolószekrények sérültek, takarítatlanok voltak, a hús előkészítőben a mosogatóba szennyvíz elvezetője csepegett, és a raktárban közvetlenül a padlón tárolták az élelmiszereket. Hát nem hangzik túl jól, ugye? És hát tudjuk, hogy kik veszik igénybe ezeket a közétkeztető cégeket. Legtöbbször ugye hát iskolák, óvodák, rengeteg munkahely, és hát ez egy olyan dolog, ahol nem akarod ezt látni. Na, mondjuk meg őszintén, hogy az embernek a bicska tényleg kinyílik a zsebében, és azt gondolod, hogy sok helyen húznak le, vágnak át bennünket, de legalább amit a gyerekeink szájába tesznek, vagy azon cégek, akik erre teszik fel a hivatásukat és közétkeztető cégnek mondják magukat, ne így, és ne ebben a formában, és ne ilyen minőségben tárolják az élelmiszert, és igenis, ha oda elmegy a Nébik, kimegy az ANTS, akkor ott minden mindig legyen makulátlan, mert ezért fizetsz, bizalmat szavazol nekik, hagyod, hogy az óvodában, az iskolában a gyereked ezt tegye, nem biztos, hogy ezzel akarnád etetni, ha tudnád, hogy miről van szó, és súlyos pénzeket fizetsz ki azért, hogy lehetőleg azért te valamilyen minőségi ételt adjál a gyermekednek óvodában, iskolában, bölcsődében, de nem csak gyerekekről van szó, számomra mindig az a legérzékenyebb, hogy az én gyerekem is óvis, akár ehetné ezt is. De hát a felnőttek se egyik. Nem? Megreformálták most ugye ráadásul az étkezést, és akkor arra gondoltam, hogy én ezt hallottam, hogy de jó, hogy vigyáznak a gyerekeink egészségére, hogy kevesebb só, kevesebb cukor, ugye ezt tudjuk, erről beszéltünk már, meg is kóstoltuk, és akkor erre jön egy ilyen hír, hogy azt megreformálták, de egyébként, hogy ez a cég például hol tárolja a lejárt szavatosságú vackokat, amiből aztán arra van törvényi előírás, csak ugye itt arról van szó, hát, hogy ezeket nem tartották be, a Nébik ugye ellenőrzi a törvények betartását. Igen, jó, amit mondasz, hogy még több ellenőrzés kéne, arról is beszéltünk, hogy miért 100 000 forint, miért nem milliós tétel, hogy miért nem lehet azt mondani, hogy rendben van, nem 100 000 forint a büntetés, hanem 10 millió. Ugyanis, ha én hasonló szellemben működtetnék mondjuk egy közétkeztető céget, és tudom, hogy 100 000 forint vagy 200 000 forint a büntetés, egész egyszerűen nincs visszatartó ereje. Ha tudom, hogy 5 millió, vagy a személyes vagyonommal felelek, vagy nem csak arról van szó, hogy csinálok egy másik céget, azt bebuktatom, és akkor gyorsan ugyanúgy közétkeztetek, akkor lehet, hogy azért ennek valójában lenne visszatartó ereje, vagy ha tudom, hogy ha kijön a Nébik és ilyet talál, azt az üzemet lezárja, mindegy hány cég van oda bejelentve, mindegy hányan állítanak ott elő ételt, gyerekek, ez az üzem nem alkalmas, itt addig nem készül étel, amíg ezt a vizsgálatot le nem folytatjuk,
és aztán, ha bebizonyosodik, hogy mi tévedtünk, akkor természetesen újra nyitjuk, vagy megcsináljátok rendesen. És tároljátok rendesen a jogszabályoknak megfelelően. Sok kérdésünk volt, ezeket fel is tettük Helik Ferencnek, ugye vele beszélgettünk a Nébiktől, ő a kiemelt ügyek igazgatóságának vezetője volt, és nyilatkozott nekünk. És elmondta azt is, hogy ugye több tízezer céget kell nekik évente vizsgálniuk, és ebből a szempontból sem, vagy éppen ezért sem volt megnyugtató az, hogy azt hallottuk, hogy egy-egy ilyen visszaélésnél, vagy egy-egy ilyen problémás esetben mondjuk csak néhány százezer fontos büntetést tudnak kiszabni, ugyanis nem lehet tudni, hogy legközelebb mikor fognak tudni ahhoz a céghez elmenni, legközelebb mikor tudnak a körmükre nézni, éppen ezért talán jobb lenne, hogyha mondjuk ennek a sokszorosa lenne a büntetés, mert az megnyugtató lenne a jövőre nézve is, megnyugtatná például a szülőket is, hogy mondjuk a gyerekek olyan minőségi ételt kapnak készhez majd, mondjuk adott esetben ettől a cégtől, vagy az asztalukra, amivel kapcsolatban már nem lehet kritika. De 100 000 forint, vagy 200 000 forint, vagy 300 000 forintos büntetés ebben az esetben nem visszatartó hosszú távon. Igen. De hát mondtuk természetesen ugye a Nébiktől nyilatkozó Ferencnek is, hogy nyilván ez rajtuk nem számonkérés, egyszerűen csak felteszi szerintem ezeket az emberek ezeket a kérdéseket, amik jogosak lehetnek, és mindenkiben felmerül. És aztán fél tíz körül kaptunk egy SMS-t, hogy az SMS így szól: kedves Klassz FM, a cég nevében szeretnék nyilatkozni az előző hírekkel kapcsolatban, várom a hívásukat, Takács Zsolt. Beszéltünk Zsolttal, és mondtuk neki, hogy hát a műsor folyamán azért egy bonyolultabban szerkesztett dolog, de ha neki van lehetősége, akar, és nyilatkozik, mert hogy az érintett cég képviselőjéről van szó, akiről ugye beszéltünk, és ugye hát a Nébik is megbüntetett, akkor nagyon szívesen hétfőn meghallgatjuk, hogy mit mondana, mit helyesbítene egyáltalán, mi a véleménye a kialakult helyzetről, és nagyon hasznosnak gondoljuk, ha ilyenkor egy idézőjelesen, hát nem is idézőjelesen, konkrétan fülön csípett cég vezetője kiáll a nyilvánosság elé, és nyilatkozik, és elmondja, hogy ez valóban így volt, ez nem így volt, ezt így találták, ezt nem így találták. Ez a legjobb, nem? Úgyhogy mondtuk Zsoltnak, ha tud, akkor hétfőn mindenféleképpen beszéljen velünk, mert természetesen hát kíváncsiak vagyunk az érvelésre, és megadjuk a lehetőséget, hogy ő is nyilatkozzon, és elmondja. Nem jó mondott, akkor tessék itt a lehetőség. Így van. Itt van Takács Zsolt, a TS Gasztró ügyvezetője vonalban. Zsolt, jó reggelt, hello! Jó reggelt! Hú, de nagy levegővétel volt ez. Azt hittem, ez egy hosszabb mondat lesz már így az elején. Jó reggelt kívánok, Takács Zsolt vagyok, a TS Gasztrónak az ügyvezetője. Köszöntöm a hallgatókat, és köszönjük szépen a lehetőséget arra, hogy nyilatkozni tudunk. Na, Zsolt, hát akkor hallgatjuk, mi ugye pénteken beszámoltunk erről, aztán sokáig itt még polemizálgattunk a kialakult helyzeten, mindannyiunknak van gyereke, óvodás, iskolás gyerekekről van szó, felnőttek is, akik rendelnek különböző hasonló intézményektől. Mit tudna mondani, vagy mit szeretne hozzáfűzni a kialakult állapotokhoz? Először is azért kértem, hogy mi is meg legyünk szólaltatva, mert azért a média eléggé felkapta ezt a hírt, és nagyon sok olyan túlzó dolog volt benne, ami valójában véve nem úgy van, és ezért Helik Ferenc is korrigált az interjúnak a második felében. Legfontosabbnak azt tartanám elmondani, hogy a bizonyos húskészítmények, amelyek le voltak fagyasztva, azok szavatossági időn belül kerültek lefagyasztásra, és a VM rendelet lehetővé teszi a lefagyasztást. A mi cégünk ott hibázott, hogy ezek a termékek nem kerültek jelöléssel, vagy a szavatossági idő ezzel kapcsolatban meghosszabbodik. Ez az egyik dolog. Azt is el szeretném mondani, hogy a felelősségünket természetesen elismerjük, és megfelelő konzekvenciákat ezzel kapcsolatban levontuk, és semmiféle szándékosság nem volt benne, sajnos emberi mulasztások történtek itt. A másik fontos dolog pedig az, hogy ezek az alapanyagok magát a készételt, ami az iskolákba, óvodákba került, azt nem befolyásolta. Ugye két termékkategória van, egyik a húskészítmények, a másik pedig a szárazáru termékek, és itt a húskészítmények az, ami a legtöbb észrevételt jelezte a Nébik. Az mit jelent, hogy nem befolyásolja? Tehát, hogy nem került volna bele, vagy ezt nem értem? Hát a húskészítmények esetében, hogyha ez megfelelően technológiainak újra felhasználásra kerül, és a fogyasztásból távol engedve, akkor az nem érinti a készételnek a minőségét. A másik fontos dolog pedig az, hogy bizonyos termékek, amiket találtak szárazárút, azok alapjában külön elkülönítve voltak, és leselejtezésre vártak, selejtezési jegyzőkönyvnek a megírására vártak ezen termékek.
ez ami pontosan jelenti azt, hogy nem érintettem. Hát nézze, én nem értek nagyon sokat a közétkeztetéshez, de azért amikor én azt hallom, hogy 240 kilót húst találtak, tiltott módon fagyasztották le, ezek jelöletlen termékek. A Nébik nekem azt mondja, hogy nem lehet tudni, hogy ezt egy napja, egy hónapja, vagy akár egy éve fagyasztották le. Láttam ebben a videóban óriás klipfilit, aminek lejárt a szavatossága 7.-14-én. Láttam túrót, aminek szintén lejárt a szavatossága. Azt hallja az ember, hogy a mosogata alá volt bekötve a szennyvíz, ami belecsöpögött a mosogatóba. Hát én értem, hogy itt a Nébi hibázott, és hogy nem vett észre bizonyos dolgokat, de azért ez nem hangzik túl jól. Honnan kellene nekem tudnom, hogy ezt a húst mikor fagyasztották le? Egy napja, egy hónapja, vagy egy éve, ha nincs ráírva? Pontosan akkor a hústól kezdeném, tehát a húsnál ugye nem vezettük ezt a fagyasztási naplót, így, miután így hibáztunk mi. Az óriás kifli esetében is... Bocsánat, akkor én honnan tudom, hogy ezt a húst mikor fagyasztották le? Akkor ezt a húst lefagyasztották akár egy éve is? Nem, természetesen nem. Tehát a szabadsági időt megelőzően fagyasztottuk le ezt a húst. És ebben az esetben minimum 90 nap a szabadossági idő meghosszabbodik. Igen, csak erre nincs bizonyíték, hogy ez így történt, ugye? Tehát azt én értem, hogy ön ezt állítja, hogy ezt már akkor lefogyasztották, csak a Nébik részéről meg teljesen egyértelmű az a dolog, hogy oké, csak ezt bizonyítsuk be. Ez egy nem egy bizalmi ügy. Igen, tehát hogy ez nem olyan, ez hogy de mi lefogyasztottuk, nem, önök nem fogyasztották le. Nem, mi lefogyasztottuk. Ez most egy ilyen vita kezd lenni akkor. Nyilván a Nébik, amikor az ellenőrzés volt, akkor is, amiket ők megállapítottak és észrevételeztek a jegyzőkönyvben, akkor mi is elmondtuk az álláspontunkat ezzel kapcsolatban. A másik fontos dolog, amit nem 250 kg húsról van szó. Jó, tehát ez is egy fontos dolog, hanem összesen olyan 250 kg termékről, amit az előbb Balázs is elmondott, például a kifliről, tékerről, amire szintén a jelöletlenségnek a hibája volt. Ennek egy része nem elhárított felelősséget beszállítói hibából is adódik. Ez egy nagy konyha, ahol pufferkészleteket képzünk annak érdekében, hogy a megfelelő mennyiségek minden nap ki tudjanak menni az intézmények felé. Most mit csinálott például egy óriás kifli, ami lejárt 7.-14-én, vagy a túró, ami szintén lejárt? Tehát azért ezek szerintem a fogyasztók által jogos kérdések, hogy hát nem akarok olyan kiflit enni, ami 7.-14-én járt, lerátom rajta a szavatosságot, vagy a túró, nem tudom, brinza, vagy nem tudom mi volt, szintén láttuk a videón. Hát ezeknek se lenne ott helye, nem? Nem így gondoljam? Abszolút, tehát a túró esetében szintén olyan hiba történt, ami selejtezésre váró termék. Az olyas kifli esetében ugyanaz történik vele, hogy minden felengedésre került volna ez a termék, abban az esetben, hogy a nyomon követhetőség megvan, akkor utána azt a kiflit, zsömlét, azt mi felhasználjuk olyan ételek során, olyan ételekhez, aminek ez alapanyagát képezi. Nyilvánvalóan több kolléga dolgozik ezen a konyhán, egyébként a belső ellenőrzésünk feltárta már ezeket a hibákat, ezt megelőzően az a sajnálatos, hogy nem végezték el ezeket a hibákat, folyamatosan ellenőrzik a konyhákat minden héten, és egész egyszerűen nehezen tudtuk elérni a teljesítést ezen konyha esetében. Most, hogy a kérdés felmerül, hogyha ezt a Nébik nem találja meg, akkor ez vajon meddig megy? Mert én értem, hogy természetesen ezek már lelettek selejthezve, azt is értem, hogy természetesen ezt már önök tudták, és a kollégák észrevették, csak nem volt idő még a júliusi kiflit eltüntetni, meg a júliusban lejárt túrót eltüntetni. Na de ha nincs ez a Nébik ellenőrzés, akkor ez vajon meddig ment volna? Én úgy gondolom, hogy úgy, ahogy ez a többi konyhánkon is megtaláltam, bocsánat, mindjárt válaszolok erre a kérdésre. Én úgy gondolom, hogy ahogy az kiderült volna, észrevettük volna, hogy újra nincsen rajta jelölés, még mindig nem csinálták meg a jegyzőt, mindig nem csinálták meg hozzá a fagyasztási naplót, illetve a felcímkézését a terméknek, azonnali hatállyal mi az belső ellenőrzés ezt megsemmisítette volna. Mivel nem tudom pontosan válaszolni, hogy ez pontosan mikor lett volna, de nagyon rövid és záros határidő belül. Azt is fontos elmondani, hogy pozitív híreket és kommunikációkat nem csak a Nébik az nem közöl. Nem, ezzel a fontos, időben... bocsánat, azért azt el kell, hogy mondjam, hogy a Nébik között, mert azt mondta, hogy ugyanennek a cégnek a többi konyháján mindent rendben talált. Tehát azért ez egy pozitív megerősítés, így van a TS Gastrónál, a többi konyhában mindent rendben találtak, sőt mutattak videót is, ha jól láttam, hogy mennyire makulátlan a konyha, és milyen szép, tiszta, és hát nem azon állapotok uralkodnak, amik az előző videóval. Tehát azért ez ebben a formában nem igaz, hogy a Nébik nem mutat, vagy nem mond pozitív híreket. Hát jó, csak így jobban ki van gombolítva a fejlesztendő terület, nyilvánvalóan ezt értem. Igen, de hogyha minden rendben, persze, hogyha minden rendben működik, meg minden rendben megy, az nyilván ez az elvárható minimum is.
Tehát, hogy az miért kéne kidomborítani, hogy minden rendben van. Tehát, hogyha az élelmiszerek tárolásával kapcsolatos összes jogszabálynak önök megfelelnek, akkor ezt igazából szerintem nem kell nyilvánvalóvá tenni, hogy nem kell ezt egy közleményben közölni a Népiknek, hiszen ez az elvárható minimum önökkel szemben, nem? Meg minden egyes hasonló profilú céggel szemben. Jó példa is tanít, ugyanúgy, mint a rossz példa ezzel kapcsolatban, és ha jó is közé van téve és ki van domborítva, akkor azért abból is tudják követni ezt a jó példát más cégek is. Egyébként én azt gondolom, hogy számos ellenőrzés van, ami ennél sokkal rosszabb körülményeket tartalmaz. Amit ez azért fontos elmondani, mert a helyszíni ellenőrzés során mivel beszélgettünk az eljáró szervvel, és mi azt érezzük egy picit igazságtalannak, hogy ezt az őzőkonyat nem zárták be, megengedték a működését, záros határidőn belül ki kellett javítanunk ezeket a hibákat, ami a bérelt épületen történt akár. Mégis óriási hírverést és média felkapott média szereplést kapott. És én azt gondolom, hogy azért is kértem azt, hogy mi megszólalhassunk, mert mi a vállaljuk a felelősségünket ezzel kapcsolatban, és ennek érdekében például az intézményekben és a főzőkonyhán folyamatos nyílt napot tartunk, és az intézményekbe látogatják a kollégáink. Tehát azt mondja egyébként, hogy a Népik által feltárt szabálytalanságok egy része az a bérlemi tulajdonosának a... Nem. Ezt így nem, tehát ezt így nem lehetne kinevezni, ezt nem lehet így egyértelműen kijelenteni, sőt, azért nem, mert ez egy nagyon, tehát hogy teljes igaz, ez egy nagyon régi bérelt konyha, viszont a médiában megjelent csempék hiányoznak, ez összességében 2 darab csempe volt, ami mozgott, a szennyvíz kérdésével kapcsolatban pedig annyi, hogy a lefolyón csöpögött a víz belőle, és akkor ezt már a Balázsnak egy picikét a pénteki műsorban eléggé kifordította. Tehát hát én azt olvastam, hogy a mosogató alá volt a szennyvíz bekötve. Ez nem hangzik túl jól. Tévedek? Abszolút téved. Persze. Abszolút téved. Hát azért, mert a mosogató alá nem lehet bekötve a szennyvíz, mert egy központi szennyvíz által a rendszer van, és a mosogatóból kifolyik a víz, az nem a csatorna lefolyó rendszerbe ment be, hanem ott csöpögött. Tehát igazából csöpögésre volt. Oda befolyik, és mellett a tömítésként, és oda csöpögött le alá. Tehát a szennyvíz becsöpögött a mosogatóba, akkor ez egy természetes dolog. Nem becsapogott a mosogatóba. A mosogatóból lefolyik a víz, rá van kötve a csatornahálózatra, és a csatornahálózatnál, ahogy rá van kötve, ott csöpögött maga a mosogató alá a padlóra. Ezt nem mi állítottuk, ezt a Népik állította. Hát a Népik nyilatkozatban nem így fogalmazott. Zsolt, belemeltünk itt most tulajdonképpen helyi kérdésekbe, hogy hova csöpögött a szennyvíz, hány csempe hiányzott a falról. Én azt gondolom, hogy ha ezt hallom egy közétkeztető cégről, hogy itt ilyen állapotok vannak, akkor itt most nem ebbe a húzavonába kellene belemenni szerintem, hogy hova ment a szennyvíz. Szennyvíznek ott helyen nincs, sehova ne menjen. A csempe legyen a helyén, ne legyen több száz kiló áru a földön, ne legyen lejárt kifli, ne legyen lejárt túró, nem akarom júniusi kiflivel eltetni a gyereket, nem akarok ellenőrizetlen húst adni neki, akarom tudni, hogy mikor fagyasztották le. Tehát én értem, hogy a szennyvíz elvezetése a legnagyobb probléma, hogy nem a mosogató alatt volt csak mellett, meg hogy nem 5 csempe hiányzott, csak 2. Csak szerintem ebben az esetben nem ez a lényeg, rosszul gondolom. Én azt gondolom, hogy nem. A legtöbb lényeg az az ezzel kapcsolatban, hogy a készítelnek a minősége, ha még itt voltak is ilyen tárolási problémák, az megfelelő legyen. És mi azt tudjuk mondani ezzel kapcsolatban, az intézményekkel folyamatos kommunikáció vagyunk, ezzel kapcsolatos visszajelzés nem történt. Ön meg tudná mondani, ha olyan húst tenne? Ha olyan húst tenne, amit lefagyasztottak egy évvel ezelőtt, és utána kiolvasztanák és megfűszereznék? Meg tudná mondani, hogy ezt a húst egyébként egy évvel ezelőtt fagyasztották le? Azt gondolom, hogy nem tudná megmondani, nem? Tehát az intézmény vezetői nem jeleztek, azért ez nem azt jelenti, hogy nem ettek olyat feltétlenül. Biztos, nem? Hogy nem ettek ilyet. Na, hál' Isten. Ez ugye 100%, viszont minden intézménnyel napi heti kapcsolatban vagyunk. Ez a legfontosabb dolog, én azt gondolom, én is szülő vagyok, hogy maximális odafigyeléssel a készételnek a minősége jó legyen, és 2009 óta folyamatosan ellenőrizték a készételnek a minőségét. Valójában volt raktározási probléma, ebből levontuk a konklúziót, illetve egyéb észrevételt, ezeket kijavítottuk. De akkor ön szerint túlzott a Népik? Nem feltétlenül a Népik túlzott, inkább a média túlzott ezzel kapcsolatban, bizonyos szavak, amik a jegyzőkönyvben szerepelnek, azok kiforgatásra kerültek. Nem mennék most bele itt újra részletekbe, hogy jó, hát mi hol tároltuk a húst, igazából amikor az ellenőrzés volt, ők akkor kameráztak, és akkor lettek lerakva.
alapanyagok a földre, száraz áruk a hűtőkamrákban, tehát száraz áruk és a hűtőkamrák. Igazából bele lehet menni. Értem. Azt gondolom, azt hogy kérdezem meg, hogy amikor ilyen kiderül például egy közétkeztető cégről, akkor ők adnak valamiféle jóváírást például a szülőknek, vagy azoknak, akik súlyos ezreket fizetnek ki azért, hogy a gyerekük valamennyire minőségi ételt kaphasson? Hát ez egy bizalmi kérdés is, ha jól gondolom. Abszolút. Ennek érdekében, hogy a bizalmi kérdés a maximális legyen a szülők és a mi részünk, és hogy visszaálljon, ezért nyíltabbat rendezünk a konyhán, és válaszok mindjárt ezzel a kérdésre, illetve minden intézménybe, óvodákba, iskolákba kollégáim kilátogatnak a szülőkkel ezen a héten folyamatosan. Egyszer volt jó pár közétkeztetési cégnél olyan probléma, amikor alapanyag bekerült, és ebben az esetben csak mi adtunk kompenzást a szülőknek, és az aznapi térítési díjat nem kellett kifizetni. Úgyhogy van erre trend is, hogy a magát a szülőt kompenzáljuk ezzel kapcsolatban, illetve a gyerekeket, hogyha ilyen minőségi dolog van, vagy lehet, akkor pedig pluszban kompenzáljuk valamiféle kis aprósággal. Én azt gondolom, hogy itt a cégben ezt kiemelten fogjuk majd kezelni. No, hát ez mindenféleképpen pozitív. Említetted, hogy szülő, ugye? Jól tudom. Mekkorák a gyerekek? Egy gyermek van, jelen pillanatban 14 hónapos, tehát még a bölcsőde felé. Még arra van neki a közétkeztetés. Még arrébb van. Kíváncsi lettem volna, csak a szülőként mondjuk ön ezt hallja, hogy ilyen ételt kap a gyermek, akkor mit szólt volna? Megbizonyosodtam volna annak a valóságáról az intézményvezetőn keresztül, hogy ebből mi az, ami valós, és mi az, ami tényleg így történhet. Tényleg itt a készételnek a minőségét tudom még egyszer felhozni. Hát igen, csak emellett vannak olyan jogszabályok, amiknek napi szinten meg kell felelni. Azért nem egyszerűen akár nem. Hát biztos, sajnos ez van. Nem egyszerűen jogszabályok, úgyhogy hát igen, de ez ugye azt a célt szolgálja, hogy utána pedig olyan ételt ehessünk, amit az ember szeretne. Zsolt, átbeszéltünk szerintem mindent. Kíváncsi voltam, hogy egy ilyen cégnek az ügyvezetője mit mond, meghallgattuk, szerintem elmondta, úgyhogy rendben vagyunk. Rendben vagyunk? Én azt gondolom, igen. Köszönjük szépen a lehetőséget, és további szép napot kívánok a hallgatóknak és önnek is. Köszönjük szépen, Takács Zsolttal, a TS Gastro ügyvezetőjével beszélgettünk. Na, hát ez korrekt, hogy ők is meg tudnak szólalni. Rendben van, reméljük, hogy minden rendben lesz ezek után a konyhájukon. Nézze meg mindenki a cikket, olvassa el, aztán majd követjük a fejleményeket. 8:30 múlt pontosan 8 perccel, jövünk mindjárt a játékkal, Ákos, híre jutam. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. 10 perc van pontosan, 9 óra. Szép reggelt kívánom mindenkinek, mutatjuk a közlekedés híreket, vagy pontosabban mondjuk Paksról tartok Pécsre, végig köd, Bonyháttól eső nehezíti a közlekedést. Ezt Tim küldte nekünk. Köszönjük szépen. Az M3-as bevezető teljesen behalt, a szokásosnál ezerszer jobban üzeni T, úgyhogy próbáljatok kerülni. Aztán az M0-ás Csömöri kihajtójánál újpesti kihajtón torlódás van, úgyhogy ott is kerülni kellene, hatalmas a dugó. Az M7-es 141-es kilométerénél van egy trafi, nem Budapest felé, valamint a Váci úton Pest felé a 12-es kilométernél az út baloldaláról mérik a városba érkezőket. Ezt is SMS-ben kaptuk. Köszönjük szépen. Na, az egy-két SMS csak a hozzászóláshoz, hogy kiben mi csapódik le egy-egy ilyen téma után, és ki min lovagol. Azért ez nagyon érdekes, hogy ki mennyire nem a lényeget akarja meghalani. Valljuk be, nincs objektív média ma Magyarországon. Sajnos, amit a társadalomra, így a médiákra, gondolom a médiumokat akart írni, csak a rossz indulat jellemző. Ennek ti is a részesei vagytok. Szomorú. Kaptuk ezt is SMS-ben ezen beszélgetés után. Rossz indulatúak lennénk gyermekes apukaként, akik gyakorlatilag ugyanebben a dologban járnak, neked az óvodába viszik a kaját, nekem az iskolába, óviba, Jánénak az iskolába, és föltételezzük azt, hogy szeretnénk jó minőségű ételt adni a gyerekeinknek. Tényleg rossz indulatúak. Érdekes csak, hogy ki hogy reagál, vagy reflektál egy-egy beszélgetés, hogy kinek mi szűrődik le. Igen. Fura. Persze, az ember lehet, hogy most lovagol a szennyvízen, vagy azt mondja, hogy hol csöpögött, de hogy persze, ezt bele lehet hallani, hogy nem ott, hanem a mosogató alján, nem itt, hanem ott, nem három csempe volt leesve, hat csempe. Ebben a formában nem ez a lényeg. Tehát az, hogy ez egy bizalmi dolog,
a gyerekeidet etetik, és te azt akarod, hogy rendben legyen. Ráadásul én értem, amit egyébként Zsolt mondott, hogy nehéz betartani a jogszabályokat, meg hogy ezek túlzóak és nagyon szigorúak. Én azt gondolom, hogy az embernek van több ilyen üzeme, és mindenhol rendben találnak, akkor mindenhol minden rendben van, akkor ott ha az ember be tudja tartani, akkor elvárás, hogy mindenhol be tud tartani. Ráadásul azt ne felejtsétek el, hogy azért mi soha nem magunkkal foglalkozunk, és a magunk igazán lovagolunk a mezőn, hanem arról van szó, hogy egyszerűen sok ezer ember érintett a dologban, sok ezer ember érintett lehet, mindenkinek, vagy a legtöbb hallgatónak gyereke van, szintén közétkeztető cégek által etetik őket, és ezen cégek vállalják az étkeztetést. Hát ezekről azért kell beszélni, hogy igenis ne csak a Nébik által, de általunk is ezek napvilágra kerüljenek. Itt nem személyes értettség van a dologban, ne. Vagy az, hogy most én nem is hallottam erről a cégről, ezen cégnek az ügyvezetét, akkor mi most itt jól bemártjuk. Itt arról van szó, hogy vannak bizonyos kérdések, a Nébik ezeket megtalálta, lehet, hogy az ember azt mondja, hogy nem a padlón, hanem a padló mellett, és közben a polcon volt a 240 kg hús, tehát belemeltünk ilyen részletekbe. De hát, ha ilyen állapotok vannak, akkor szerintem ezek kérdéseket vetnek föl, és erről egy reggeli műsorban beszélni kell. Bármilyen más közétkeztetéssel foglalkozó cégről lenne szó, rájuk ugyanúgy vonatkoznának ezek a jogszabályok, és ugyanúgy be kellene tartatni őket, és ugyanúgy meg kéne büntetni őket, hogyha szabálysértésen kapják őket, mint ahogy ezt a céget. Itt semmiféle személyes irányultság nem volt ezzel a céggel kapcsolatban. Semmi. Hogy nem, hogy semmi. Nem. Úgyhogy nagyon, nagyon sokan írják közben, hogy hát igen, felháborító, hogy etetik a gyerek, és hogy nagyon sok pénzt kellene jóváírni, mert hogy valóban bosszantó ezt hallani. Aztán írja nekünk egy másik hallgató, hogy én is dolgoztam ilyen cégnél, gyerekek, tudnék mesélni, nem konkrétan ennél a cégnél, áldatlan állapotok vannak, azért jöttem el, mert nem bírtam csinálni, és nem tudtam hozzászokni ahhoz, hogy nap mint nap ez kerül a gyerekek tányérjára. Írt egy másik hallgató, mondom, nem erről a cégről van szó. Óvodában szemben lakom, higgyétek el, aki nálam többet látja, hogy mennyire minősíthetetlen a gyermekek étkeztetése, az hazudik vagy benne van. Mert hogy elképesztő állapotok vannak, dolgoztam, és ott látom, hogy mik kerülnek bele a hatalmas edényekbe, és aztán mit visznek ki utánfutós autóval az ott dolgozók, illetve mit visznek haza havi 10-15 ezer forintos ebéd befizetés mellett. Akár fényképpel is alátámaszthatom, Erzsú küldte nekünk. Igen, hát pontosan ez a Nébik feladata is, és ezért kell nekünk is erről beszélni, hogy ez ne fordulhasson elő. Ez egy bizalmi. Ez egy bizalmi kérdés szerintem, hogy mit kap a gyerek enni. Akkor lennétek rosszak, ha nem tettétek volna adásba, írja egy másik hallgató. Igen, hát ez is hozzátartozik, hogy nem mondjál, megadjuk mindenkinek a lehetőséget. Sőt, örülünk, hogyha egy érintett cég, érintett képviselője nyilatkozik. Az a legkorrektebb. Na, jól van, ezt lezártuk, viszont lesz játékunk hírek után, úgyhogy mutatjuk, hogy mi a beugró. Mert ma is ki kell találni vagy előadót, vagy dalcímet, méghozzá 5-ből 2-t, már is mutatjuk, hogy mit. Ez a beugró a hármas ugráshoz. Na így szól. A vége egyáltalán nincs meg. Nekem gyilkos. Nekem gyilkos volt. Egyet nem ismertem fel benne most. Igen? Még egyszer. Mutatom még egyszer, figyelj. De van egy kettő, van egy kettő. Elejét is, az elején van egy kettő. Nincs meg? Majdnem. Van egy kettő. Na, tehát ezt küldjetek el nekünk, jó? 2 darab dalcím, 2 darab előadó, ez a beugró a hármas ugrásra, küldjetek SMS-ben. SMS számunk 06 745 00 00, jövünk a hírek után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagyágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra után vagyunk 9 perccel. Szép reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk, és hát nagy a köd. Nagy a köd néhány helyen, úgyhogy lassabb a haladás. Írják a hallgatóink. Azt mondja, hogy a Hortobágyon például hatalmas köd van. Mindenki vigyázzon. Aztán a Rávahídnál Győrben a munkálatok miatt hatalmas dugó alakult ki, aki teheti, kerüljön. 3 zöld alatt semmit nem haladtunk. Ezt Szaki küldte nekünk. Nézzük még, hogy mi a helyzet az utakon. Ezen kívül Budapesten nagyon lassú a bejutás az M3-ason. Nem nagyon van oka, csak lassú a forgalom. Baleset nincs, azt mondják. Legalábbis ez jött SMS-ben. Szokásosnál 1000-szer jobban. De nincs oka.
Ti láttok valamit? Én nem látok semmit. Nem, semmi ilyen baleset nincs. A Hősök terénél van egy koccanás, de nem hiszem, hogy ami a dúl vissza az M3-as, azért az nagyon messze, nagyon messze lenne. Akkor nagyobb a baj, mint gondoltuk. Akkor nagyon nagy baj van, ezt Ági küldte nekünk, igen. Koccanás a Népligeti felüljáró alatt a villamos sínen, a Buda felé induló villamos vonalat torlaszolja, emiatt van dugó, ezt Tibi küldte nekünk. Aztán az M0-ás Csömöri kihajtójánál újpesti kihajtón van egy kis torlódás. A Drégeivár utcában buszautó épp most ütközött, és ez is nagy fennakadást fog okozni, valamint lassú a forgalom a 10-es számú főúton Budapest felé, a Solymári Madaras áruháztól Adrián küldte nekünk. Az Orrotak előtt az Üllői felüljáró alatt van egy baleset, és emiatt alakul a dugó, ezt Szemi küldte nekünk, János megy csekkolja, valamint van egy trafing a 140-141-es kilométer között Lébény felé, a felüljárón Feri küldte nekünk, köszönjük szépen, és Röjtök Muzsaj, valamint Lövő között az erdőben kamion az árokban, üzente Attila. Na, mi a helyzet? Ja, sem megerősíteni, sem cáfolni, nem tudom, innen nem látszik. Innen körülbelül ilyen 20 méteres szakaszt lehet látni a felüljárót, illetve az előttünk ott elmenő nincs. Forgalmat. Ott semmi nincs. Kihajolni nem tudsz a rács miatt. Hát, és lassú, de folyamatos haladás a Nagyváratér irányába, folyamatos és viszonylag gyors haladás a határút, illetve Pesszentlőnic irányába, az Üllői felüljáron. Ez az, amit meg tudok erősíteni. Igen, a város felé pedig van egy kis dugulás. Ezt is mondtad? Igen, ezzel kezdted. Ja, ezzel kezdted, hogy befelé. Befelé állnak az autók. Az M3-as meg most szerintem azért áll, tegnap jöttem arra, hogy ezt most minden bevezető szakaszon csinálják, és mondd meg nekem, hogy miért, hogy az összes elválasztó sövényt kitépik, ami végre megnőtt, és nem vakít el a szembejövő forgalom, és ilyen betonelemekre cserélik. De ez történik az M1-esen, az M7-esen, az M5-ösön, ott múlt héten mentem anyám felé, tegnap az M3-ason jöttünk haza a családdal, és ott ugyanez van. Az de összes érdekes. Bevezető szakaszon ezt csinálják. Biztos, most jó, nyilván én értek a legkevésbé az autókázáshoz. Ne, az magad, de na jó, hát, jó. Végülis. De, hogy mondanám, hogy túlzol, de nem akarok hazudni. Nem lehet, hogy a sövény nem fogja meg az autót abban az esetben, hogy esetleg neki megy, és a betonelem az van. Megfogja. Ebben igazad van, mondjuk nem csak sövény van, hanem két oldalt még ez a kis hullámlemez, vagy nem tudom, mi a szakszerű neve. Nem értek annyira az autózásod. De igen, mondtad. De nem, ez így is van. Hogy nem. Tehát, hogy én ezt picit sajnálom, ezt a zöldövezeti megoldást, hogy ez eltűnik. Okay. Mert ez legalább kinézett valahol. Végre megnőtt, végre nem vakított az autó, két oldalt volt ez a fémkorlát. Van annak valami hivatalos neve, ami ugye elnyeli az ütközési energiát, meg eltereli az autót, ezeket most mind felszedik, kiszedik a sövényt, és valami más traknak a kettő közé ilyen betonelemeket. Biztos biztonságosabb, csak hogy minden bevezető szakaszt egyszerre kell csinálni. Túlnőtt a sövény? Lehet, hogy már magas volt. Ez jól néz ki pedig, igen, amikor ilyen jó luxus van. Igen, többe volt a vágása, mint a betonelem. Az is lehet. Ja. Nem szó, tudom, hosszú távon kevesebb, vagy azt gondolom, hogy kevesebb költséggel jár a betonelem, hiszen azt viszonylag ritkán kell vágni. Hosszú távon megtérül ebben a vírus. Nem kell ápolni, igen, nem kell lefújni, ha tetvesedik meg. Szóval van egy csomó előnye. Csomó előnye egyébként, igen, jó kis babért oda beülteted, vagy boroszcsán, tök mindegy. Van, nem költözik bele a poloska. Nincs nagy baj. Na, most szerdán egy nagyon fontos évfordulóhoz érkezünk, mert hogy Marty McFly szerintem sokat valamit ez a név, Marty McFly és Doki, ugye a Visszajövőbe című film második részében pontosan 2015. október 21-ébe szalad bele. Vagyis ők, amikor elindulnak 1985-ből, akkor 30 évet mennek előre ugye az időben, és megérkeznek 2015. október 21-én a jövőbe. És egy csomó dolog van, amiről azt gondolták a készítők 1985-ben, hogy ez 30 év múlva már a realitás lesz, és bizony repülőautók és önbefűző cipők között fogunk majd száguldozni. És próbáltam én is így visszagondolni, hogy mi volt ebben a filmben, és azt kellene megnézni, hogy mi az, ami végül összejött, és mi az, amiben igazuk lett, mert hogy két nap múlva van ez a nagyon fontos dátum, a filmrajongók tudják, ugye, hogy hát ez alapmű igazából, ha valaki nem látta, nézze meg Visszajövőbe. Három rész készült belőle, és egy DeLorean segítségével jönnek-mennek. Jönnek-mennek az időben, hogy 1985-től 2015-hol pedig 1885-ben vannak, ugye, avagy nyugaton. De a DeLorean csak a kaszni, ugye, mert ott a fluxus kondenzátoron van. Igazából a fluxus kondenzátor. Az biztos, igen, hogy nem jött össze. Az nem jött össze, főleg nem olyan fluxus kondenzátor, ami adott esetben konyhai hulladékkal is működik, például banánhéjjal.
Úgy, igen, a másodikban már ugye rájön, hogy, hogy már nem kell hozzá. Nem kell hozzá más, csak sima háztartási személy. Na, ugye arról szól, hogy van egy őrült doki, a feltaláló, aki tényleg rájön, hogy időgépet tud építeni, megépíti, és mindenféle kalandóba keverednek, Marty McFly-a, Michael G. Fox-szal, és utaznak. Láttad? Vagy hát az első. Talán az elsőt, igen. Atya ott van Isten. Az a villámcsapással jönnek vissza? A villámcsapással mennek vissza a jövőbe. Igen. Vissza a jövőbe, ahonnan jöttek. Az első dereng talán az, de lehet, hogy csak félig. Félig láttam azt is. De se a másodikat, se a harmadikat nem láttad? Képzeld el. Na mi hát van? pedig ez nagyon jó. Én mutatom neked az időgépet, az így nézett ki. Tehát ez volt maga a kis DeLorean, amint száguldottak, ugye? És ebből épít a doki a jövő, egy jövőbe utazó időgépet. Uh-huh. Hogy van az, hogy megnézted az első részt, és azt mondtad, hogy nem érdekel már a második, nem, hogy ez nem jutott el hozzá? Nem, ott a rock and roll-t még élveztem, ebben van, hogy gitározik, ugye? A Marty McFly, ő lesz Chuck Berry. Illetve Chuck Berry tőle lopja el azt a legendás riffet. Igen, és nagyon vigyáznia kell, hogy nehogy összejön a saját anyjával. Aha. Igen, mert a saját anyja beleszeret. Na, itt vannak 2015-ben, és ez pont az a rész, amit be akarok nektek mutatni, amikor megérkeznek a jövőbe. Éppen ülünk. Most mondja el a csajának, hogy időgében ül. 2015 van. 2015. október 21-e. Jó ég, tehát nem vicc az egész. És megismerhetjük a jövőnket. Doki, azt mondta, házasok vagyunk, ugye? Igen, házasok. Igen. És nagy esküvőnk volt. Azt is láthatjuk, milyen volt az esküvőnk. Na igen. Vajon milyen lehetett az esküvőíró? Na, hát itt a dokinak ugye feltűnik, hogy a csaj sokat kérdezősködik, majd kiiktatja, elaltatja, a szemébe világít egy ilyen kis lámpácskával, és a csaj azonnal elalszik. És a kérdés erre vonatkozik, ugye már ezen kezdtette gondolkodni, hogyha most lehetőségetek lenne arra, hogy megalkossatok valami olyat, amit lehet, hogy csak 20-30 év múlva találnánk fel, mi lenne az? Ugye szerintem a készítők is úgy gondolkoztak, hogy mire lenne igazán szükségük 1985-ben, és ugye hát a fantáziájuknak köszönhetően megalkottak egy csomó dolgot, amiről azt gondolták, hogy majd ez már létrejön 2015-ben. Nem lett egyébként igazuk. És a legtöbb dologban tévedtek, mert nem sikerült eltalálni, hogy mi lesz. Ugye ott voltak a repülő autók, azt gondolták, hogy 2015-ben már 30 év múlva simán repülnek majd az autók. Ez nem jött össze. Hát ez nem. Ez nem jött össze. Jó, de ez már mondjuk annak idején a Fantomas filmekben is megjövendőlték, és sajnos az jött össze. Nem mondtak dátumot. Mondjuk ez is. Az önmagát megszállító és méretre igazodó Jackie is ugye volt már, hogy az 2015-ben realitás lesz, hogyha vizes vagy, belebújsz ebbe a kabátba, megszállítja a hajadat, és méretre igazíthatod. Teljesen beteg. Az egy hatalmas baromság volt, mert hogy azért valljuk be őszinte, most egy olyan kabátra miért van szükség? Egy vízlepergető hatású kabátra van szükség, olyanra, ami nem ázik át onnantól kezdve, nem kell beszállni. Azért az bírná, megnyomsz egy gombot, megszállítja a hajadat, megszállítja a hajadat, azért az bírna. Tehát az nem lenne rossz. De és a méretre állíthatósággal azért nem volt baj, mert ők ugye kitalálták, hogyha megnyomsz egy gombot, akkor az felveszi az alakodat, és feltűri a kabátnak az ujját. Tehát méretre állítható. Nagyon kiszínű. Nézetkértől függetlenül, tehát hogy maga a művelet, és utána a végeredmény hát. Igen, de aztán volt ugye a légdeszka, amin kísérleteztek, az hogy meg ezt megpróbálják megcsinálni, de nem sikerült túl jól. Ez valaki megcsinálta. Ez meg is van már ez a légdeszka, csak hát egy speciális pálya kell hozzá, ami lehet használni. Ja. Tehát kint az aszfalton még nem tudott használni, de magát a deszkát és a hozzátartozó pályát, azt már létrehozták, ez már kész van. Igen, a filmben nem pályán ment, hanem bárhol tudtál. Igen, bárhol. Légdeszkázni. Kivéve vízen, azt hiszem. Mert hogy ott talán ott volt egy olyan részben, amikor a vízen nem működött. Tehát a múzeum előtt ugye a vízen, a könyvtár előtt ott hiába hajtott, ott nem működik. Volt például egy nagyon jó szerkezet benne, a pizza hidratáló. Arra emlékeztek? Pizza hidratáló gép, ami arról szólt, hogy beraktál egy ilyen kis vitamin nagyságú kis pizzát a mikróba, és ha 4-es hidrációra kérted, akkor az azt jelentette, hogy körülbelül 20 másodpercen belül neked meghidratálta a pizzát. És egy nagy pizza lett belőle. És egy kis zacskóból elővet 4-es hidráció, benyomja a 4-es gombot, és azt mondja, hogy nagy hit, aztán igazán tudsz pizzát hidratálni. És jelentsen ez bármit is, és egy ilyen kis téli szalámi méretű pizzából egy nagy 40 centis forcsogó, gyönyörű pizza lesz, amit ő ugye kivesz a mikróból. Ez se valósult meg, nem tudták megcsinálni. Nem tudom, hogy akarták-e, nem tudták megcsinálni. Amit megcsináltak, az a telefonszemüveg, ennek valamilyen, hát Google-os változata, ugye a Google Glass létezett, aztán ezt lefújták. Mert ugye a telefont ő maga elé veszi, és ott látja, hogy kicsönget, kikeres, mi hiányzik a hűtőből. Tehát ezt ők már 1985-ben gondolták, hogy ez meg lesz.
Akkor ez, de az már, már nincs, már azóta törölték a Google-re ezt, tehát az már nem egy futó projekt. Azt lefújta a Google, és azt mondták, hogy ezt köszönik, ők nem. Még kísérleteznek rajta egy ideig. Tehát ez működött, ez megvan ez a rész, mikor lehúzza maga elé. Jó. Aztán azt mondja, hogy mi van még. Ez a cipő, amiről meséltetek? Azt megcsinálta a Nike. Ja, az de van. Csak egy ilyen 1500 darabot. Aha. Állítólag akarnak belőle csinálni. Önbefűződő tornacipő. Jó, hát ez jó, vicces. Igen, ókás, de hogy egyébként túl sok értelme annak sincsen. Az ugye arról szólt, hogy te belebújtál, és abban a pillanatban a cipő befűződött, és ők tudták, magam, hogy jön ez az évszám, és arra kiadtak valami 1000 vagy 1500 darabot. Nem láttam ezt, te láttad működni? Interneten mutattak erről felvételt, hogy én csak mit építettél belőle? Láttam tehát az igazit belőle, nem? Nem, az igazit, azt nem. De önmagában egyébként túl sok értelme ennek a találmánynak sincsen. Tehát annak idején volt például, azt hiszem, hogy talán ez a Puma Disk System volt az, ami ugye ilyen tekerős, befűzős változat volt, és ez is egyetlen mozdulata megtekerted, mert volt egy ilyen tárcsa rajta, és akkor befűzte a cipőt. Tehát, hogy aki mondjuk ennyi energiát sem akar belefetszölni mondjuk a cipőt befűzésébe, hát ez... Na igen, de azért ma, hogy egy ilyen lenne, vernék egy ilyet. Az biztos, tehát mondjuk... azért az menő, hogy a tépőzár az egy csak Marty McFly, amikor megérkezik a jövőbe, megijed egy 3D-s cápaképtől, ami ugye kiugrik, és Marty így összekuporodik, mert azt hiszi, hogy a cápa meg akarja enni. Na talán ez az, ami valóság. Mozibor, ezt már meg tudják csinálni. Tehát a mozibor, ez a 3D-s és megcsinálta. És azért egy picit igényesebb, mint ez a cápa, ami ott kiugrik a semmiből. Igen, és ugye Márti áll egy hatalmas nagy téren, megjelenik a cápa, összezárja a fogait, és szegény ugye nem tudja, hogy az micsoda, és lekuporodik, mert azt hiszi, hogy egy baromi nagy fehér cápa el akarja kapni. És aztán lesöpri a vállát, és mondja, hogy hülye trükk ez. milyen bénán. Na, ennél már jobb is van. Ennél már jobb is van, igen, de nagyjából semmi nem jött be az alkotóknak. Semmi. Semmit nem tudtak hozzátenni. Mennyivel többen jött Jules Vernének? Jules Vernének nagy volt a találati aránya. Ő igazából, ő egy orákulum volt. Ő mindent eltalált, igen. A pontos időjárás elemzés sem sikerült, ezt Gyuri küldte nekünk. Köszönjük szépen. Igen. Szóval, hogy tényleg csak a légdeszka, de az is egy kezdetleges verzió van. Készülnek a fanok egyébként erre a holnap után? Persze, akik nagy fanok, azok tudják, hogy az október 21-2015 az ennél a filmnél, ez egy alap. Alapdátum, biztos, persze. Nagyon sok cikk elemezgeti most egyébként, hogy 30 évvel korábban mi az, amit a rendezők megálmodtak, vagy a rendező megálmodott, meg a forgatókönyvírók is, mi az, ami létrejött, mi az, ami nem. De na most megnézem a másik kettőt is, na. Az a baj, hogy ez felnőtt fejjel már nem úgy nézed, igen. Mondjuk nekem évekkel ezelőtt volt egy ígéretem, és ezt is fogom tartani. Ezért is szerencsejátékozok a kis tételben, hogy ha egyszer milliárdos leszek, akkor veszek Balázsok egy DeLorean-t, egy eredetűt. Egy olyat, ami meg van építve, olyan Marty McFly-osra. Egy olyan visszajövőbe jellegűt. Mert az igazi fanok, azok például annyira utaznak ezekre, hogy tényleg megveszik az autót, és aztán pedig összepakolják maguknak mindenféle futófényekkel, mindenféle kamu, fluxus kondenzátorokkal, stb. Egy az egybe úgy, ahogy a filmben is kinéztek. Azért ott már kell lenni elszántságnak, meg fanatizmusnak. Csodákat lehet látni fönt a neten. Igen. Az álomkeltő generátor, ugye amivel pont a Márti csajának a szeméből belevilágít, hogy Doki, menjen innen, mit csinál, nem kell aggódni. És csak egy álomkeltő generátor, ami arról szól, hogy két ilyen kis fény belevilágít a szemedbe, és abban a pillanatban elalszol. Abban a pillanatban elalszol. Igen. Írja valaki, hogy ez a mai Gina egyébként, ja, csak igen, hát egy barátságosabb verzióban. Csak az előbbi külsőleg, ez meg belsőleg van, mármint a Gina. Valahol a Martinak a kezében, nem is tudom, van egy tablet, ami ugye hát összejött, mert hogy ők valamikor ránéznek valamilyen kis monitorra, és ott csinálnak rajta valamit, na, azt meg tudták csinálni. Tehát 1985-ben már tudták, hogy lesz tablet, vagy akkor már valószínűleg kísérleteztek ezzel. De ha mondjuk mi most elképzeljük, hogy mi lesz 2045-ben, ugye az 30 év, pont jól számolok, ugye? 2015-2045. 30 év. Ja, valaki írja, hogy a fekete elnök. A fekete elnök. Emlékszel, hogy bejön a takarító csávó, aki mondja, hogy egyszer él ezek az Amerikai Egyesült Államok elnöke? Egy bárban takarít. Is van. De aztán az első részben van, vagy a másik, nem tudom, bejön takarítani. És ő lesz aztán a harmadikra? Valamikor aztán, erre van egy geg, erre már nem emlékszem, de erre van egy poén fölhúzó, hogy az vagy sikerül neki, vagy valaki fölismeri, hogy ő az, aki ott takarított. Igen, tehát ebből csináltak egy geget. De mondjuk, mi lenne 2045-ben, tessék? Most mindenki leadhat egy jóslatot, vagy az, amit szeretne, és milyen jó lenne, ha ezt már megcsinálnánk. 2045, 30 évvel később.
30 év. Hát tehát mire lenne szükségünk, amit szívesen megalkotnátok nekem úgy, nyugdíjra. Hogy... hát, hát, lehetetlen dolgokat nem mondjál. Lehetetlen dolgokat nem mondjál. Tehát mit... Most mindenki szabadjára engedi a fantáziáját, ha egy dolgot mondhatsz, ami neked jó jönne, szeretnéd, és hiányzik, hogy miért nem alkottál meg, és az, hogy meg lenne 2045-ben, mi lenne az? Vagy minek örülnétek? Amit szerintem tök jó lenne megcsinálni, ha nem használnák föl ellenőrzésre, az az, hogy születésedkor beültetnének a kezedbe valahova egy olyan csipet, amin az összes olyan dolgot tudnád csinálni, hogy bankkártya van rajta, hogy mondjuk ajtónyitás, hogy autónyitás, érted? Lenne egy ilyen kis valami a bőröd. Beültetve. Egy dolgot kérhetnél, és az egy csíp lenne a bőrödben, mert tudod használni a bankkártyádat. Milyen tök jó lenne. Nézd, nem bankkártya, ajtónyitás, autónyitás. Például ma nem kerested volna a kocsi kulcsodat. Na, hanem csak odaérinted az izének, a DeLoreannak a műszerfalához, és már jössz is. Hát ez nem túl izgi. Hát praktikus. De mi, hogy minden benne van a kezedbe, és nyitod az ajtódat, a kocsidat, a munkáján az ajtót, ennyi? Nem jó, mert elviszik a kezed akkor. Nem mondanád azt, hogy milyen jó lenne, ha megcsinálnak már 30 év múlva mondjuk a teleportálást, hogy elindulsz a munkahelyedről, de már nem az lenne, hogy ez egy nagyon béna, nagyon analóg sztori, hogy beülsz a munkahelyedre, és autóval, tömegközlekedéssel megérkezel. Nem azt gondolom, hogy legyek. Lenne egy szerkezeted, és beütöd a helyszínt. És azt mondod, hogy el tudsz indulni, nyilván teljesen irreális. De akkor is azt mondod, hogy az indítókulcs. Elkevettem valahol az indítókulcsot, mert tegnap a Vikinek a teleportálójával teleportáltunk. Úgy lenyomattal indulnám. Noelnek a születésnapjára. Na oda kéne az én találmányom, érted? Tehát ahhoz, hogy a te teleportod működjön, ahhoz kell a beépített chip. Én nagyon szeretnék egy olyan kapszulát is például, amit mondjuk fejenként, mint a vény alapján kapható lenne, egy évben te mondjuk 10 darabot használhatsz fel, de azt a 10-et, ha beveszed, akkor, és ennek vannak ugye most szintetikus változatai, csak azok kevésbé érdekelnek, hogy egy előre meghatározott időintervallumig azt mondod, hogy kilövi az alvást. Tehát neked most egy olyan szakasz van az életedben, hogy 3 hétig, egy hónapig te mondjuk nem alszol, de nem vesz igénybe a szervezetedet, nem fáradsz, nem mész tönkre, és mondjuk évi fejadag 10 darab ilyen kapszula, vagy 5 darab ilyen kapszula, maximum egy hónapos intervallumot tudsz a patikában kérni. És azt mondod, hogy 3 hétig te most az éjjeleket, a nappalokat és mindent ugyanolyan intenzitással tudsz megélni. Mert nincs szükséged most, neked ez egy elpazarolt idő. Az a 8 óra, aha, az a 10 óra, amit te alvással töltesz. És egy fejadag lenne, amit mondjuk ki tudnál használni, hogy mennyi ideig nem akarsz aludni. Nyilván ne perkednénk vele, és nyilván vény nélkül is megpróbálnánk a patikába egy csomó ilyet kérni. De nem mondd, hogy nem elpazarolt idő. És lenne belőle olcsóbb, de picit károsan mellékhatásokkal járó román változat. Igen, leáll a mellékvese, megtereli a szívet. És gondold bele, hogyha ugye csecsemőkorodban sokat alszol, én ezen nagyon sokat gondolkodom, hogy hogy lehetne az alvás időt lerövidíteni. Mennyire egy haszontalan idő. Persze, regenerálódik az agyad, a tested, egy csomó minden tök hülyeség kell, de nincs olyan, tehát nem tudok mit csinálni. Hogy lehet lerövidíteni két gyerekkel? De ha te 60 éves vagy, és mondjuk csak az évi, tehát naponta csak egy harmadot aludtál, akkor 60 évből 20 évet átaludtál. Tehát az életed egy harmada arra ment el, hogy öntudatlan állapotban horkolva, felakadt szemekkel, te igen, egy ilyen szemlekötővel, füldugóval, én folyónyállal, te folyónyállal a kis pizsomádban, az én mellemben alszom, de mindegy. Magzatpózban, öntudatlan állapotban fekszel. A legértelmetlenebb időtöltés, nem? Hát 60 évesen 20 az évet nagyjából átaludtál. De, hogy ezt valahogy leredukálni. De mi van, hogyha... Jó, akkor én meg egy másik fajta tablettát találnék ki, és annak a tablettának meg az lenne a lényege, hogy én nem mulasztanám el az alvási fázisokat, tehát hogy az alvási fázisok megmaradnának, viszont lenne egy kis dobozom, amiben különböző tartalmú álomkapszulák lennének, és mindig annak megfelelően. Tehát gyakorlatilag egy párhuzamos dimenziót hoznék létre azzal, hogy irányított álmokat küldenék. Az a baj, hogy idő után az álmodat élnéd valóságnak. Tehát egy idő után már alig várnád, hogy aludhass. Tehát ugye az... Ez tök jó, van ilyen, van hasonló van film, ilyen, hogy az életed mondjuk, az életedből egy csomó minden hiányzik, igen, de álomkapszulában előre beírnád, hogy mit akarsz álmodni? Igen. Fú, de szeretném. Fú, de jó lenne. Mekkora lenne már? Egyszerűen hagyd menjek már a te álmodó, mert ott tudom, hogy mik lennél. Hát csak szex. Hát, jó, jó. Én egyszer szívesen meghívlak, ha adok neked egy kapszulát, hogy eljöhetsz az én álmomban. De én nálam beteg dolgok lennének, nagyon durva dolgok. Nálad viszont kiszámítható módon tudom, hogy mi lenne. Hello, Jani, itt vagyok az álmodban. Aha. Melyik szobába menjek és be, és mi megjelenni. Léci, Bali, ne csináld már ezt, basszus. Én, neked is vannak saját álmaid, hagyd már, hogy hagyj éljen meg a saját párhuzamos életemet egyedül.
Így van, incepció. Bemennék az álmodba, és beültetnék egy gondolatot a fejedbe, hogy mire fölébredj, te már azzal a gondolattal indulj dolgozni. Ugye, Christopher Nolan ezért zseniális, mert a csávó olyanokat tud szerintem, amit más kevesen. Na, mit szkanderozunk a hátán? Léci már! Nem, én azt te álmodban biztos, hogy úgy mennék el, mert tudom, hogy miről álmodnál, és tudom, hogy bizony egy Hugh Hefner házában lennék brutálisan sok nővel, hogy valahogy megpróbáljam a belőle kizökkenteni. Jönnék ki ott én egy sejem köntösben, a kezemben egy koktéllal, benne olajbogyó. És ja, Jani, már megint itt. Tehát valahogy én megpróbálnék téged ebből az álomból kizökkenteni. Nem lenne rossz. Programozható álom, ez nekem tetszik. Ez jól hangzik, vagy hogy a programozható álom nem jön össze, akkor az a pusztítóban látott szerkezet, ugye, ahol Sandra Bullock és Sylvester Stallone szeretkeztek úgymond egymással, hogy mind a ketten felvettek egy szerkezetet, és testi kontaktus már nem volt, ugyanakkor azzal, hogy felvették ezt a szerkezetet magukra, az agyuk olyan ingerek kapott, mintha együtt lennének. Hát de ha ott van az álomkapszula, akkor már nem akarsz virtuálisan senkivel együtt lenni, mert elmennél a kis csoki tortellát, megennéd, nem tudom, bekapnád a kapszulát, és 12 óráig brutális őrület lenne. Na, hát ehhez képest most, hogy egy ajtónyitó csípet de azért sehol nem vagyok. Azért sehol nem vagyok. Érted? Hát gyerek, én a praktikumban gondolkodtam. Lerövidíteném az életet, mert meghosszabbítanám, hogy ne kéne annyit aludni, az álomkapszula nagyon jó. Beprogramozott. És én meg jövök a neked meg kinyitna az OTP az ajtaját, amikor be akarsz menni egy átutalás elintézni. Azért nem akarok oda menni. Hát gyerek, kinek egy ilyen csettint és lefőtt egy kávét. Ez se rossz. Előre. Ez is jó, ezt is beletenném, ezt a funkciót is. Azt a betyárját. Egyébként mindent ezzel a csíppel működtetnél. Hát ezt mondom, hogy minden benne lenne. Azért az nem rossz, most gondold el. Például az álomkapszulás dobozodat is ezzel tudnád csak kinyitni. Mész, és kinyílik a fürdőszobájt. Azt a betyárját neki fel. Hideg víz, meleg víz egy mozdulattal. Ja, az már megvan. Nálatok, mert nálunk még alá kell gyújtani. A betyárját. Drága hallgató, tessék, engedje mindenki szabadjára a gondolatát. Felfedezhetsz egy dolgot, amiről azt gondolod, hogy realitás lehet, vagy szeretnéd, hogy realitássá váljon, szabad kezed van, bármi. Mi lenne az? Nem feltétlenül kell azt gondolni, hogy 30 év múlva megvalósul, de ha kezünkben lenne kicsit a saját sorsunk és a történelem, mi lenne az az egy dolog, ami megkönnyíteni a hétköznapot? Kinek álomtabletta, kinek kevesebb alvás, kinek nyíló ajtók? Mi van benne? Önérlelődő kolbász például, na mit szólsz egy ilyen? Nem, azt nem engedjük ki a kezünkbe. Nem engedjük ki a kezünkbe a szakmát. Gyors érlelésű kolbász, de mégsem a gyors érlelése, hanem hagyományos úton érlelődő gyulai vastag kolbász. Ott az út is élvezetes. Az út is, amíg eljutsz odáig, az is élvezetes. Viszont például ne feledkezzünk meg a csúcshatásnak, a szuper drogjáról. Ú, de jó film. Azért, amikor az agyadnak azt a kapacitását is ki tudod használni, meg az agyad úgy fel tudod pörgetni, gyakorlatilag 100%-osan működik. A Bradley Cooperre játszik. Az mekkora. Ennek egy remake-ét csinált a Luc Besson a Lucy-ben, amikor ugye egy kábítószer szintén segít, hogy kihasználd az agyat 100%-át. Zseniális film. Már nem a kábítószer része, hanem hogy mi történik, ha elvileg kihasználnánk. Na, szóval írjátok meg nekünk egy dolog, amit ti feltalálnátok. Mi lenne az, és életünk melyik területén segítene bennünket? Tehát mit csinálnál vele? Melyik részét könnyítenéd meg az életednek? A munkát, a szerelmi életet, a magánéletet, a gyermeknevelést, a vezetést. Hát annyi minden van, hogy igazából hajnalig lehetne sorolni. Hogy mennyi mindenre lenne szükségünk, nem? Amivel egy kicsit könnyebb. Igen, egy kicsit igen könnyebb de a csippet, amivel például metrózhatok annak, annak ellenére, hogy például. Mondjuk nem kezeltetek jegyet, azt leírjátok. Az benne lenne a BKV bérlete. A betyárját, Feri. Ne, ti nem érzitek át a nagyságát. Az a baj, túl veszélyes vagy. Nem, én azt megélem. Magas a léc, de próbáljátok átugrani. Túl veszélyes vagy. Az önműködő fotocellás ajtók és az a BKV leolvasó csip a betyárját. Hát mind az egyben, érted? Egyben. Na játsszunk egy jó kis hármasugrást, aztán jövünk az esebesekkel, jó? Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! És ilyeneket nem ér inni, hogy legális kender. Jó? Tehát, hogy próbáljunk feltalálni valamit. Próbáljunk feltalálni. Értem én, hogy a legális kender is megkönnyíti a mindennapi életet, de most fel kell találni valamit. Jó? Tényleg bármi lehet. Ereszitek szabadjára a fantáziátokat. Halló, jó reggelt! Sziasztok! Hello! Ciao! Szia! Hello, Gabi! Honnan hívtál minket? Mohácsról. Milyenek a kérdések, Jani? Azt mondja, hogy hát a harmadiknak én már nem futnék neki. Az jó. Hú, tényleg?
Gabikám, te gondolkoztál valamin, hogy egy dolgot kitaláltál, tényleg az önmagát lefőző kávéfőző, az önmagát megíró lecke, hogy a gyerekeknek ne kelljen 4-től 6-ig leckét írni, bármi. Akkor mi az, amit szívesen feltalálnál, vagy mi az, ami megkönnyíteni az életedet? Hát nem gondolkodtam ilyenem. Nem gondolkoztál. Na jó, akkor megnézzük majd az SMS-eket, hagyjuk még egy kis időt. Mehetünk? Igen. Így szól az első kérdés. Melyik hazai zenész legújabb albuma a Még egyszer? Ákos. Úgy van. Mehetünk tovább? Menjünk. Baseball sapkáért így szól a második kérdés. Melyik sportág világklassz és játékosa volt Pálinger Katalin? Jézusom. Pálinger Katalin, egy magyar sportág világklassz és játékosa. Már sajnos visszavonult. Fú. Fantasztikus játékos volt. Hát, kézilabda kapus. Ez, így van. Rengetegszer védte a magyar válogatott a kapuját világszínvonalon szintén. Igen, kézilabda, Pálinger Katalin. Hát sokat hallottuk az ő nevét. Jó van, hát nem nézek kézilabdát túl sűrűn. Ez most számunkra is kiderül, Gabi. Köszönjük. Köszönjük szépen. Én is köszönöm. Köszi, puszi, ciao. Szia. Hello, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Janinak feltalálnám a zombit brutális csöcsökkel. No. Nem hangzik rosszul? Nem rossz, nem rossz szex. Élet-halál harc, hogy megszerezzem mind a kettőt. Hálás téma, gyerekek, tényleg azt írtok, amit akartok, egy dolgot feltalálhattok, jó? Vagy azt mondhatjátok, hogy legyen realitás minden előbb, mi lenne az? Az egy, jövünk az SMS-ekkel egy pici szünet után. 3:10 lesz pontosan 5 perc múlva, hát ha csak a negyede megvalósulna, mennyivel könnyebb életünk lenne. A hallgatóink rettenetesen szellemes dolgokat írnak nekünk, ugye a kérdés, hogy ha egy dolgot az ember fel tudna találni, mi lenne az? Ami tényleg megkönnyíti az életet, és nem kell nagy dolgokra gondolni, pont az a jó, és azért szellemes valami, hogy nagyon egyszerű, nagyon leegyszerűsít egy hétköznapi használatot, gyűlölöt csinálni, odamész, megcsinálja, tehát készen van. Hát hihetetlenül jó SMS-ek jönnek. Azt mondja, hogy kikapcsológom gyerekekhez, csak napi egy órát tudnád igénybe venni, akkor nyomod meg, amikor akarod, viszont egy órát nyugisan lenne, azonnal. Azonnal. Nem használhatod többre, nem teheted 24 órára a gyereket robotüzemmódban, napi egy óra. De megszakítható legyen, tehát ha csak fél óra kell, akkor ne veszem el a fél órát, hanem marad, ne kell egész bele használni. Vagy is gyűjthető a dolog, nem? Napi egy óra. Hát vagy legalább napi jó, egy óra. Jó, mondjuk ott hogyha mutatnak két olyan idegpontot, amit megnyomsz, és mondjuk a gyereknek tényleg nem lesz semmi baj, csak mondjuk egy órára elájul. Semmi, vagy alszik. Alszik. És van napi egy órád, amikor csönd van. Zseniális ötlet. Gyermekkoromban mindig arról ábrándoztam, miközben a törikönyv felett ültem, hogy bárcsak feltalálná valaki a tudás kapszulát, amit csak már be kell venni, és tudod az aktuális tananyagot. Ezt egyébként nagyon sokan írtátok nekünk, hogy a Matrix féle agyfeltöltés. Igen. Amikor is az lenne, ugye, hogy ezt nem tudsz helikoptert vezetni, jön Trinity, betölti Neónak, és Neo vezeti. Vagy Trinitynek tölti be valaki, mindegy. A lényeg, hogy azonnal megtanul helikoptert vezetni. Bizony. Zseniális, nem? Egy kapszula hatására megtanulod az adott képességet. Hát ott van például, hogy te Isten és Bence megkapja életem második nagy lehetőségét, rögtön leszed a fájlodat. Hogy biztosra már nem tudok neki mit átadni, az a baj. Már mindent, meg, már mindent levet. Már úgy beszél, akkor már mindent úgy, mindent úgy csinál. Nagyon utálom a körömvágást, precizitásom miatt 1-15 perc. Feltalálhatnának valamit, amiben csak be kéne dugni az ujjakat, és pillanatok alatt szépen levágná a körvet. Andris írta, zseniális ötlet egyébként. Képregényt az autópályára, méghozzá az autópálya mentén folyamatosan unalmas, minden nap levezetnem 5-600 kilométert. Automata veszekedőgép, valaki ezt írja, a saját képmásomra csináltatnám, és amikor későn jövök haza a kocsmából, az asszony azzal veszekedne, én meg nyugodtan álomra hajthatnám a fejem. Ezt Szücsi írta nekünk. Elindulás után mindig rájövök, hogy valamit otthon felejtettem, nagyon kéne már egy szerkezet, hogy otthonom a táskámba teleportáljam. De jó ötlet! Ez a valamit otthon hagysz, napi egy kuponod van arra, hogy egyet neked azonnal oda szállítanak. Megjelenik a táskádban. Én állandóan papírok, forgalmi, töltő, a telefonom nélkül indulok. Tehát nekem mindig lenne valami, amit ki tudnám használni. Látnám a jövőt. Ez hetete háromszor történne. Jani. Ez, hogy Jani, fie, oda tudnád adni a teleport kuponodat? Mert... Igen, azonnal. Hallod, mert otthon hagytam az enyémet. Igen. Figyelj, hogy ide tudjam teleportálni, mert személyre szabottak lenni. Hogy ide tudjam teleportálni a saját teleport kuponomat, hogy azzal aztán ide teleportáljam azt, amit otthon hagytam. Abszolút. Adj egy kupont, hogy tudjak teleportálni. Igen. Kupont, hogy aztán hozzam a személyes dolgomat. Én a rádió műsorban az önmagát automatikusan beolvasó SMS-t találnám fel. Zseniális ötlet. Mindig az adott ember hangjája lenne meg az SMS. Nézzük, mit ír Tamás.
És mondaná. És Tamás bemondaná az SMS-ét, amit megírt nekünk, ugye SMS formájában. Hát már van ilyen. Hát, a telefonon már tudsz hangüzenetet küldeni. Tehát a, ugye mondjuk az iPhone, nem tudom, nálatok. Hogy felajánlja, amikor telefont írsz, hogy ezt most hangüzenetként küldöd el, vagy megírod szövegesbe. Csak ugye hát, ha így kapnánk meg, milyen jó lenne egyébként. Ú, de jó ötlet. Olyan sampont szeretnék, amivel elég havonta egyszer hajat mosni. Én egy olyan gépet szeretnék, írja nekünk Csilla, ami mossa, szárítja, vasalja, hajtogatja a ruhákat. Puszi Csilla, zseniális ötlet. Hány házi asszony örülne? Megmossa, beszárítja, megszárítja, kivasalja, összehajtja. Nem? Helyre teszik. Mondjuk az összehajtogató gép az van, meg volt. Én láttam egy Woody Allen filmben, a Sitten dolgoztak vele, ráhúzták az ingeket, és összehajtogattam. Igen, Annának volt egy zseniális ötlet, hogy milyen jó lenne, csak az alapanyagot beleöntöd, és kész a kaja. Tehát az... De bármiből bármit tudna, vagy csak egy fa? Nem, egyben azt mondod, rakott krumpli, kolbász, tejföl, tojás, krumpli, odaadod neki, megnyomsz egy gombot, négyes hidráció, mondaná Anna, kitolja a kész rakott krumplit. Nem mondd, hogy nem imádná a rengeteg háziasszony, hát egy idő után gyötrelem azért naponta kitalálni, hogy mit főzzél, hát hogy főd, mindenkinek jó legyen, ez baromi nagy meló. Jó, de te ezt minden szombaton feltalálod. Ezt hívják csak ebédnek. Igen, rendelős ebédnek. Nem lesz annyira jó. Nem lesz annyira finom. Én egy olyan gépet szeretnék, igen, ezt olvastam, bocsánat, tehát 10 éve láttam egy filmet, abban a hűtő saját magának vásárolt be, és töltötte fel magát, csak a hűtő kellett bejelölnöd, hogy mire van szükség. Anna Mari. Már van ilyen wifi hűtő. Ez van wifi hűtő, de mondjuk be kell írnod, hogy mit teszel bele, de onnantól kezdve ő figyeli a készletet, ami bent van. De és szól, hogy a tojás már csak egy darab. Innen már csak egy ugrás, hogy leadja az online rendelést. Ugye már rengeteg hiperben tudsz online rendelni, a hűtő látja, hogy kifogy a tej, és leadja neked az online rendelést majd, hogy elfogyott a teljes legyen. Hozzák, jó. Ő magát felszedő kutyaszar. Sajnos rengeteg a bunkó a környéken. Tehát, hogy mennyire mindenki abból indul ki, amire neki van szüksége értelemszerűen. Aha, nem? Igen. Vagy de akkor miért nem olyan kutyaszar, ami nem felszedő saját magát, hanem szól a gazdának, vagy utánuk fut. Szedjél fel. Itt vagyok, engem mit adatok? Kis gazdám, szedjél fel. Balázs robotot találnék fel, aki minden reggel bundás kenyeret készíten nekem. Richard írta nekünk, ő valószínűleg nem látta az Instagramra feltöltött bundás kenyeret. Nézd meg azt a fotót a biztonság kedvéért, lehet, hogy már látta. Igen, olyan gépet találnék fel, ami felkelt reggel, mikor kezdődik a morning show, rendszeresen lemaradok róla. Óra, úgy hívják. Igen. Egy olyan gépet, amiben ha beállok, az esti tisztálkodás fél perc, és megcsinálja helyettem. Geniális. Igen, az is olyan hosszú. Geniális, nagyon jó. Telepatikus kommunikálás, feltalálnám, Tünci küldte nekünk, köszönjük szépen. Letölthető nő egy éjszakára. Bárki, akivel együtt szeretnél lenni, letölthető lenne egy testre, ami veled van egy éjszakáig. Tehát azért itt vannak elfojtott vágyú hallgatóim. De ezt is limitálni kellene, mert szerintem egy nagyon komoly izgalmi faktort kivenne az embernek az életéből a fantáziálgatás. Tehát, hogyha mindenkit megkaphatsz, ilyen formában, akkor onnantól kezdve kint fantáziálgatnám. De én nem akarok fantáziálgatni, ha megkaphatom. Nem? Tehát ez azért fantáziálsz, mert nem kaphatod. De olyan jó dolog a fantáziálgatás. Mert nincs más. De van. Hát ha, nem, hát azért fantáziálsz, nem tudom, mit tudom én, Zimány Lindáról, mert nem kaphatod meg, nem? Hát ez a fantázia lényege, de hát ha megkaphatod, akkor már tehát lenne 1000 letölthető valami, és te azt mondod, nem töltöm le, inkább fantáziálgatok? Hát akkor már letöltöd, nem? Csak az a baj, hogy a fél ország bódiszívő ellen, nem? Hányos bódiszívő? 4026-os. Foglalj, és várólista, 3,5. Szilvi jelenleg foglalt, amennyiben igényel SMS-es visszajelzést, szívesen közé jön el, amikor újra szabad lesz. Szecsődi Karcsi ugyanitt viszont letölthető. Igen. Ő nem foglalt, igen. Szilvi jelenleg minden nyílás foglal. Igen, ugye, hogy azért lenne melója a gépnek, igen. Wifi az ágyba, ha nem tudok valamit, akkor rákeresek, ez Joe küldte nekünk. Wifi az ágyba? Agyba. Ja, agyba, bocsánat, agyba. Jó, mert én mindig hozzáteszem az ékezetet, mert ékezet nélkül kapom. Wifi az ágyba? Hol tartom? Hát azért az már... Wifi az agyba. Nagyon jó ötlet. Zseniális ötlet. Wifi az agyba. Hát valaki azt hiszi, meg lehessen fogni a fingot és átalakítani ninja porrá. Ez nem jó. Eltüntető ninja por? Nagyon hátra nyúlsz, előre nyúlsz, ledobod a földhöz és eltűnsz. Így és van. Ennyi a nagy füst lesz helyette? Nekem tetszik. Csak azt kérném, hogy a hangja maradjon meg. Tehát ne ez legyen, hogy... Nem, ez és utána, a tökéletes ninja trigger. Én is ismerem, Istenem, búszpor. Mondjuk a borároson bedobod, nekem jobb a reggelem. Nézd, a mammert hogy eltűnt, ő is a ninja port használja. Hol tudott venni ilyet, már elfogyott. Gyerekeknek antihisztamin tablettát találnám fel, elég nagy kiszerelésben. Ezt nem annyira értem. Aztán már az antihisztamin, tudom mi, allergiára adják, de hogy miért kell a gyerekeknek.
Hát nagyon-nagyon sok SMS. Azért is sokat szoktam gondolkodni, mikor nézem a Noelt, hogy milyen jó lenne, ha lenne egy olyan kapszula, erről már a múltkor beszéltünk, hogy a jelenlegi tudatállapotodat, ha új testbe születsz, akkor ugyanúgy megtartja. Tehát nem akarok újra csecsemő szintről indulni. De testben igen? Rettegek ettől. Rettegek, hogy sokat szóra leszülhetsz, és ugyanúgy gyerekként nem tudom. Nézem, hogy örül a függönynek, és tudom, hogy ő már látott ilyet. Meg tudom, hogy nem csak ugye, hát így van az evolúció kitalálva, hogy akkor most újra megszület. Megtartaná ezt a tudati szintet, nem? Hát... Megszületsz, elbeszélgetsz a nőgyógyásszal, egy kicsit... itt vagyok, megszülettem, adjátok be az oltást, oké, csináljuk. Úgyhogy ezen sokat gondolkozom. Egy szemüveg, ami az asszonyból milfet csinál. Norvégok elleni csodaszert is feltalálnák sokan, valamint a szülési fájdalmak egy részét átvezetni a vér szerinti apára, valaki ezt találja fel. Na jól van, hát köszönjük szépen, jó így néha egy kicsit fantáziálgatni. Mondjuk beugrat, hogy az a kisgyerek, akiről te beszélsz, a Stewie. A Family Guy-ból. Aki csecsemő, és de egy felnőttek a gondol, igen, szörnyű fárasztó. Tehát, hogy azért képzeld már, amikor anyádat okosítod mindenről ki. Ne így, anya, túl meleg, ne hideg, ne oda, nem kell. Fedd már föl, tedd már le. Á, igen, de az baromi jó egyébként. Megszületik is egyből okos. Na, gyorsan megmutatjuk, mivel foglalkoztunk ma reggel. Mert hogy, hát megvan a válogatott pótselejtezős ellenfele, Norvégia, kicsit kielemeztük őket. Mit kell tudni róluk, mikor játszunk velük, sok volt a kérdés. Én, ha magyar futballról van szó, mindig kérdezek, de ti abszolút tudtátok a választ, úgyhogy erről beszélgettünk. Valamint kibeszéltük a Nyaller kollégákat is, hogy milyen az, amikor az ember, hát nyalógépekkel van körbevéve. Menj ki, Csabi, mert fájni fog. Erről beszélgettünk ma reggel, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. 2 perc múlva pontosan. 10 óra, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, Csabi, bizonyám, dobni kell. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggelt, szevasztok. János helyett itt vagyok, én jó. Szóval, hogy képzeljétek el, egy nagyon jó kis akció indul most 2 héten keresztül. Tényleg számít, hol állsz meg. Ez a kulcsüzenete, és száguldó riportereink úton vannak. Whiteboy is valahol az ország útjait jár, és ha jól tudom, akkor itt van a vonalban. Itt van, igen. Hello, Whiteboy, jó reggel, ciao. Sziasztok, jó reggel. Csak az előző téma az annyit, hogy én legszívesebben így az önmagával boldogan játszó klasszesebes nyertes találnám föl, mert ez a reggel 6-os kelés, ez nekem a születés fájdalmával volt egyenlő ma reggel is, úgyhogy... Tetszik nekem, ez az önmagával boldogan játszom. Tehát, játszik, megnyeri, örül és átadja magának a nyereményt. Bejelentkezik, elmondja, és örül a nyereménynek, amit saját magának kiszállít. Zseniális. És megköszöni neked. Igen. A számlázás részét azt viszont már vállalom ugyanúgy tovább. Na, a tudhat, hogy merre vagy legyen meglepetés, és találjanak meg a hallgatók. Annyit mondanék, hogy mivel ugye ez 2 hétig lesz, minden nap az ország más részébe, Szegletébe megyünk, ma a 6-os út mentén keressék a klassz járgányt, könnyű lesz minket megtalálni, ugyanaz a szép sárga, amivel tavaly meg tavaly előtt is jöttünk, mentünk. És ugye az a lényeg, hogy beállsz egy benzinkútra, ha megfelelő úton tankol a kedves klassz hallgató, és az autójában is a Klassz FM szól, akkor te adsz neki ajándékot, ugye? Persze azért, és hát ezért persze egy jó klassz szlogent is azért elvárnék tőlük. Nagyon helyes, tehát a 6-os út mentén keressünk. De mit adsz neki, mondd már el. Ajánlom. 20 000 forint értékben benzinkártya, úgyhogy elég komoly a nyeremény. Az jól hangzik. Jól van, remélem, hogy sokan megtalálnak. Vigyázz magadra! Rendben, majd hívlak, ciao. Ciao, hello, Whiteboynak, köszönjük. Köszönjük szépen. Mi újság, Csabikám, egyébként minden oké? Okay? Amúgy minden rendben van, ezt az időjárást kihasználtuk a hétvégén, hogy sütött a nap, és no. Megmasszívtuk a D-vitamint, kimentünk focizni. Helyes. Állandó programunk. Ugye nem tudunk kibázni. Egy ömüködő labda, ami a gyerekkel magától focizik, nem? Ez se rossz találmány egyébként. Néha. Na, hívjuk a naphallgatóján. Tényleg, az oda-vissza bőröző labda. Mindig kötél. És megint. És megint. Na, és hívjuk. Megint. Hívnánk, de nincs. De ott van. Na. Hát jó. Hát, ha te így, mi is így. Jó. Oké, megpróbáltuk, igen. Nem antihisztamin volt, csak elküldte újra a hallgató, és nem akarom, hogy úgy érezze, hogy úgy küld el, hogy nem... Úgy küld...
küld el, hogy nem kerül adásba, ha már félig meddig beolvastuk, csak rosszul. Antihisztiamin. Tehát antihisztiamin. Rád csuklottam fölötte, ő ezt találná föl, beadná a gyereknek, és jó. Aztán jött még egy automata fordítógép, amit a szád elé teszel, és real time-ban már az adott nyelven fordítja neked. Ahogy te megszólalt, az orvos-beteg közti kommunikációban nagyon jól jön, ha katasztrófa történik. Szenzációs ötleteket küldenek a hallgatók egyébként, hogy ki mit találna fel. Csabikám, egy ilyen zene felkonferáló gépet helyetted? Hm? Magát az időgépet, és akkor nem kellene semmi más találmány tulajdonképpen. Hát, az is egy jó kérdés, igen, hogy mit kezdenénk velem. Na. Hozom a Hills and Years nevű csapatot, ők britek, hárman vannak, és elektronikus popzenét játszanak. Szerintem ez ma már ilyen szintén utopisztikus, tehát 80-as években, mint a gomba, úgy nőttek ki a hasonló zenekar, a két szintetizátoros és egy basszusgitáros. Így vannak, és szerintem nagyon jók is. A popzenét lehet jónak nevezni, már pedig vannak nagyon jók, hát ugye minden a Depeche móddal indul ebben a műfajban, és a Years and Years az szerintem zseniálisakat alkot, a King című dalukat hozom. Nem új, de ismerhető, de most ajánlom, hát ha ti még nem hallottátok. Csabikám, meghallgatjuk, jó munkát neked. Jó? Ferinek tetszeni fog, mert úgy mosolyog. Az biztos. Nem, hogy... szerintem ő még azon gondolkozik, hogy még mit nyitna ki az ajtókon kívül. Hát meg van fürdőszobajtó, bankautomata, bizony, BKV bérlet, autós plusz kulcs benne van, lakás kulcs. Mit nyissak még? Az ANTS ajtókon. Kilépnék a klotyajton, lehúznám a WC-t. Azt is bele lehet programozni. Nem látjátok még a tanármány nagyságát, mert gondolkodjatok, és holnap bejöhetek bocsánatot kérni. Jó, mind a ketten. Nem érezzük mi még át. Nem vagyunk. Nem tudjátok, hogy mi van ebben. És ha még mondjuk az időt is mutatná. Bőrön át. Csabinak kívánság műsora 555-55-00, ez a telefonszáma, mi pedig jövünk holnap hatkor. Szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.